Uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Hello, jó reggelt, sziasztok, pontosan 6:45 van. Igen, itt vagyunk ezen a gyönyörű csütörtökön, mert az már kispéntek. Ja, így bizony, a hét legboldogabb napjának pitvora, ahogy azt szoktuk mondani. Sziasztok, jó reggelt. A stúdióban Rákóczi Ferenc és Vadon János egyelőre, mert természetesen ma is lesz majd vendég műsorvezetőnk. Nagy bánatunkra sajnos Dombóvári Gábor nem tudott eljönni, ezért a dombóvári vonalat nem tudjuk tovább folytatni. Egyelőre még meglepetés, hogy kit rántottunk be helyette. Nagyon vigyázz, mert Dombóvári Gábor mindjárt ír egy esetben. Ja igen, hogy a jövők, srácok, beugrok egy taxiból, és ma autós veszünk 4 óra múlva. Ráadásul ma utazunk is, mert holnap Paks. Bizony. A kijelölt úti célunk, úgyhogy ma elindulunk, ki korábban, ki későbben, ugye kinek, hogy adatik meg, de Paks jövünk, és akkor holnap pedig az erőmű elől fogunk majd a rádió műsort készíteni. Ez számunkra is egyébként nagyon mókás kihívás lesz, mert hogy ilyen közel még egyébként nem kerültem én például az erőműhöz, te már voltál bent? Soha életemben. Még mindig csak elmentem, és akkor úgy látod, hogy az ott van, meg gondolkozol, hogy is működik az, hogy van egy ilyen darab izé, és akkor abból lesz energia, de most megnézzük majd konkrétan. Akinek van kedve, az egyébként meg is látogathat bennünket, mert mi nem leszünk hermetikusan elzárva. Az erőmű az ugye igen, oda azért nem lehet csak úgy bemenni, bár van egy látogatóközpont. Azt gondolom, ilyen bejelentkezős dolog, de holnap mindent kiderítünk majd, hogyha valaki kíváncsi, akkor biztos azt is meg lehet nézni. Egy biztos, hogy mi ott leszünk. Holnap is lesz majd vendégünk, őt visszük magunkkal, de csak letakarva. Így van, így van. Ennél közelebb egyébként én a magyar cságán sport legendája, az Kovács Antihoz még nem kerültem. Tehát engem egy picit a vele való találkozás jobban izgat, bár bocsánat, biztos ezért, hogy itt ezt majd így elnézik nekem, egy sportszerető embernek. A vele való találkozás az engem jobban izgat, mint maga az erőmű, de te a kellemesebb hasznosul alapon. Persze, te az erőműre repülsz, rá én meg majd az Antira. Antira, hát kinek mi jön be, így van. Ugye? Hát azért érted, mégis csak egy 90 magas, 100 kilós ember azért érted, megdobogtatja még az én szörös 40-es szívemet is. Ő előbb volt Atomanti? Ő már amikor sportoló volt, Atomanti volt? Vagy amikor így magára vette ezt, hogy a paksi atomerőműnek ugye ő a kettő szerintem az összegyógyult, mert hogy ugye a településnek a színeiben indult. Aha. A házi persze képviselte az országot is nyilvánvalóan, de hogy alapvetően a szűkebb környezetét. És akkor így Atomanti így lett. Van, aztán így van. Meg ő lett ugye ilyen kommunikációs vezető ebben a dologban, úgyhogy vele is találkozhatunk majd holnap. Jani elmegy cselgáncsozni. Miután egy kis belső horoggal kommunikáljon az emberekkel, akik odajön. Na figyelj, az majd hanem inkább próbáljátok meg beszélgetni. Úgyhogy ez lesz majd holnap. Viszünk sok ajándékot, legalábbis elméletileg. Én azt gondolom, hogy ezt próbáltuk elintézni a mi kedves kis kolléganőinknél, hogy pakoljunk föl, aki arra jár, az értelemszerűen. Persze, ugorjon be, senkivel szemben nem erőszakoskodunk, de hogyha arra jártok, oda jöttök, akkor természetesen nem úszjátok meg ajándékokat. Nem fogsz tukmálni? Tehát csak ha akarja, akkor adsz neki nyakba akasztó? Nem az lesz, hogy csak arra jár valaki, és te kiugrasz, és odaadod neki, még ha nem is kéri? Még nem döntöttem el. Jó, holnapig aludj rá egyet. Na, viszont kaptam egy ajándékcsomagot, és ez szerintem mindenképpen érdemes, hogy elmondjam nektek, illetve hát beszéljük róla egy picit, mert hogy volt nekünk egy kis összekapcsolódásunk a múlt héten, vagy két héttel, ezért már nem is tudom egészen pontosan, az RTL Klub reggeli műsorával, egészen konkrétan Csonka Picivel, aki mostanában egy kicsit elhanyagolta így az öltözködést, vagy legalábbis elhanyagolta a stylist. Én ezt kiszúrtam, tettem rá egy megjegyzést, mert hogy egy ilyen egykori, nem tudom, hát egykor büntetés végrehajtási intézményekben nagyon népszerű mintás ingben jelent meg a képernyőn, ilyen csíkos ingben, és hát olyan fura volt számomra értelmezhetetlen, de hát ugye számomra maga a szó, hogy divat is értelmezhetetlen, úgyhogy ebből nem kell hosszú távú következtetéseket levonni, de hogy a pici ráfűzött erre a dologra, és küldött nekem egy ruhadarabot, hogy egy kicsit feldobja az öltözködésemet. Nem hát ígérem. A fekete pólóval önmagában nem lenne semmi, baj az alappal, semmi csak van rajta nincsen. Valami. Igen, és még ha az S-betűre nézek, mert arra, akkor ebből még akár sátán Superman is lehetne, igen. Vagy Stonszúr, de hogy nem az. Ez az. Na mutat. Hát gyönyörű. Ez tehát pont neked való, mondom, hadd fessem le én. Kékből, ez a strasszokkal kilakott póló, kékből indul, kék strasszok, átmegy kicsit egy ilyen ezüstös zöldbe, majd megint vissza megy kékbe. Astar is born sejt. Sejt, ez van ráírva, és hát ezt kéne neked hordom. Laci, nem tudsz egy fényképet? Egy kicsit tartsd már magad elé, és akkor földobnánk ezt a Facebookra. Szavazatot indítanék a Facebookos kollégák között, akik most ott vannak rajta, hogy hordja el Jani ezt a pólót, vagy se. Hát én a flittereket csak tangán szeretem, azt mondom, de az se rajtam. Úgyhogy hogy nem ígérem, de nagyon-nagyon szépen köszönöm a picinek, egészségedre. Köszönöm szépen. Húha.
Erre majd akkor kiporoljuk. Nem, majd kimossuk inkább. Ott az öltözőben. Laci, nem tudsz egy olyan fotót csinálni a Janiról, hogy így maga elé tartja? És akkor föltennénk, hogyha megszavazzák a hallgatók, akkor ezt kell holnap viselje a kitelepülésen. Nem ragaszkodok hozzá. Igen, igen. Én nagyon örülök neki, hogyha le vannak fotózva egy külön-külön az ajándékon, de nem biztos, hogy hordanám. Nagyon szép meg tényleg, és nagyon szépen köszönjük picinek, és valószínűleg ez a múltjából származik, mert hogy látom, hogy elles, mert hogy már ez nem az ő mérete. Meg küldött egyébként egy nagyon, nagyon kedves ajándékot az én kutyunknak, vagy a mi kutyunknak, Deninek, egy ilyen kis csontot. Ezt egyébként azt hadd kérdezem meg, hogy nyilván a te kutyád az egy viszonylag jó ízléssel megáldott kutya, hogy kutya ezt a szájába veszi, mert ez egy piros gumicsont, látszó tárgy, de ekkora csont ilyen formátumban nincs, amin sárga tappancsok, fehér tappancsok, zöld csokornyakkendők vannak, és nyilván sípol. Hát így a méretei meg az alakja alapján smukkandor fel tudná venni szerintem alkalmi ruhához, csokornyakkendő helyett. Hát, hogyha jól megnézzük, azért ez pont beleférne. De hát, na mindegy, szerintem örülni fog neki. Jaj, de jó. Jaj, ráültem valami. Na, akkor ez az egy fotót erről kérni. Valami urológushoz. Ezt szeretik a kutyák, egy ilyen sípoló? Szerintem igen, és te is szereted? Hogy ezt hallod egész nap, amíg a... Hát ez komoly aszmatikus probléma, felé elmennék vele szakorvosra. És írt levelet is picit. Na, és van levél, és remélem nincsen benne csúnya szó, mert akkor beolvasom. Illetve így is beolvasom. Hello, srácok! Hello! Ölelek benneteket, köszi a kitüntető figyelmet, ez vaskos idézőjelek között van. Jani, az ink helyett a póló lehet, azt mondja, hogy a kutya... Ilyen csúnyán ír a pici? Egyébként igen. Jézus, na jó, azt hittem, az egy rendes. Figyelj, rendes az ink helyett a póló lehet a jövő. Kutya kikopott szivacsa helyett a megoldás. Igen, azt mondja, hogy úgyse látom. A csontot is csak ő használhatja, hiába irigyelet tőle. A legjobbakat. Csonka. Csonka András. Hát köszönjük szépen, illetve hát én nem köszönöm, mert én nem kaptam semmit, ezt akkor a kutyát köszöni, és te köszönöd a pólót is. De azon tudna aludni a kutya, csak a strassz miért nyomni fogja a kis hasát. A lányomnak egyébként tetszeni fog, majd lefejti róla, és akkor átrakja egy rózsaszín pólót. Jó, de hát azért ez egy kicsit neki nagy. Ja, meg a fekete, nem divat a lányoknál. Na jó, van, köszönjük szépen, Csonka pici, nagyon-nagyon kedves vagy, hogy ezt elküldted nekünk. Kérlek szépen, tegnap este felnéztem a Budai Várba, mert elindult a, azt hiszem, 20. Budavári Borfesztivál, és hát ott meg kellett jelenniek egy kicsit néhány barátommal. Ja, ott voltál, nem csak egyszerűen felnéztél a nem, a Dunapartról így fölnéztem. Arra jártam, és kicsit szétnéztünk, és találkoztunk, egyébként nagyon sok celebritás is megjelent, kivéve engem, mert én nem vagyok az, viszont ott volt egy fiú, akit nem néztek jó szemmel sokan. Ő az, itt mutatom, ez a kis képes fiú. Tema. Esküszöm, nagyon érdekes volt, ugye Zsuzsák focista úrról van szó, akinek most kiakadtak a szurkolók a beszólásán, nagyon sokan a Facebookon is, meg mindenhol, ahol csak lehet, ütik, vágják a palit. Igen, hát hogyha valaki esetleg nem hallotta volna, akkor a Balázs azt mondta, így a legutóbbi meccs után, amit azért sikerült abszolválniuk a románok ellenivel ellentétben, hogy kicsit fájt neki, meg kicsit rosszul esett neki, hogy mondjuk... Igen, hogy nem szeretik annyira meg, hogy rendőrök társaságában kellett edzeniük, meg rendőrök társaságában kellett ide-oda sétálgatniuk, meg tenniük, venniük magukat. Hát, igen, focizni kellett volna múlt hét pénteken, és akkor nem... Mi lenne, hogyha valamilyen dél-amerikai bajnokságban játszanak? Már nem élnének. Így van, akkor kevlár mellényeket is kellett volna. Nem élnének. Na mindegy, és akkor ő ott volt, sétálgatott, és nagyon érdekes, én nem vagyunk mi olyanba, de úgy néztem a reakciókat, hát kapott távolról hideget, igen? Meleget. Beszólogattam? Kapott távolról hideget, meleget, de ez már jobbik eset, mert itt vállalva van az, hogy én mondom neki, tudod? Tehát, hogyha te arra jelentsd, hogy nekik jabász, hogy akkor azt legalább tudja, hogy kitől kaptam. Úgyhogy ez korrekt. Egyébként néhány barátjával egyetemben ottan partizott, szétnézett, megkóstoltak egy pár bort. Láthatóan ő jól érezte magát ebben a dologban, meg hát most már győzelem után nyilván, tehát ha mondjuk a borfesztivál előző hétvégén van, akkor biztos, hogy nem jön ki. Tehát a Romániából haza felé gyorsan beugrunk egy fröccsre, az nem ment. De érdekes dolog ez. Na, arra lennék egyébként kíváncsi, hogy náluk megvan-e az a fajta szélsőség vagy kettőség, ami mondjuk például az említett dél-amerikai játékosoknál megvan, hogy amikor nem hozzák az eredményeket, meg amikor a klub fanatikusai szerint mondjuk ilyen lelketlenül vagy úgy játszanak, ami nem illik a klubnak a nívójához vagy múltjához, akkor nagyon kapnak,
akkor nagyon gyűlölik őket, meg akkor tényleg nem léphetnek ki az utcára, mert megtalálják őket, de amikor győznek, meg hozzák azt a szintet, amit elvárnak tőlük, akkor meg imádják őket. Szóval, én azt nem tudom, hogy a magyar válogatottnál ez a fajta kettőség, ez éve ott meg? Van-e. Nem tudom. Mert én nem tudom, hogy egyébként őket imádják-e, vagy szeretik-e, vagy hogy a tenyerükön hordozzák el egyébként a szurkolók. Mert hogy ez például a szegény Balázsok kapcsolatban, és én mondjuk azt látom a kommentekben, hogy amikor hozza az elvárható szintet, meg amikor mondjuk a klubjában is oda teszi magát, meg a válogatottban is, hát ugye ez viszonylag ritkán fordul elő mostanában sajnos, akkor is kapja azért az ívet rendesen. Szóval, lehet, hogy jobb rugdos négy embert, azt mi jobban szeretjük, mint dicsérni. Nem? Sajnos. Dicsérhetem-e ma a zenét? Lesz-e olyan muzsika, amire fölkapja a fejét ez az ország, és azt mondja, hogy Jani, köszönöm, igen, végre egy zene, amivel el tudunk indulni. Nem fog senkit kikergetni egyébként a szobából, vagy tekerteti át vele a rádiót egy másik csatornára. Egy nagyon jó kis Airborne notát hoztam. Az Airborne-ról tudni kell, hogy gyakorlatilag ők interpretálják a legjobban azt a fajta stílust, azt a fajta zenét, életérzést, amit egyébként az AC/DC az ő nagy testvérük, mert hogy ők is egyébként egy ausztrál banda. Szóval, hogy amit az AC/DC a nagy testvér képvisel, megszólalásig hasonlítanak egyébként, meg a megszólaláskor is, meg után is az AC/DC-re. Olyan egy picit, mintha ilyen B-oldalas, és ez nem minőségi kategória, mert ezek nagyon-nagyon jó nóták, mint hogyha ilyen eddig valahol egy fiókban vagy egy stúdióban kallódó AC/DC felvételek kerülnének elő. Az az érdekes, hogy gyakorlatilag a harmadik album óta tolják ezt a műfajt, és hatalmas lendülettel, elánnal, tűzzel, lelkesedéssel, úgyhogy hajrá! Köszönjük szépen a mű AC/DC-t! Így van! Az Airborne. Az Airborne. Nagyon-nagyon jó volt, tényleg nem lehet senkinek panasza. Ezt például szerintem le lehetne játszani mondjuk, mint én 11-kor is. Aha. Lenne több baja valakinek? Hát szerintem nem, de akinek üzenet, szerintem ilyenkor még alszik. Ja, ne, ezt csak így mondtam magamnak. Nem üzengetek én már senkit. Így van, minek nincs már. Itt a főnök, ilyenkor mi mindig levelet ezek kapunk. A mondatoktól már elkopott a szánk. Ugye? Meg amikor nincs itt a főnök, akkor mindig levelet persze, kapunk. Persze, akkor mindenki sokkal jobban elővesz minket, hogy unblock. Ja. Na, pontosan 7:30 van, ez a lényege a dolognak, hogy van még ilyen iPod nanunk, legyen ez bármi, 16 GB, ez van ráírva, és tehát ez azt jelenti, hogy 16 Egyesült Királyságnyi Nagy-Britányi annyi anyag fér rá, nem tudom. De nagyon szeretitek, az biztos, mert van olyan SMS, aki 0 óra 1 perckor írt, hogy szerinte ő már akar egy ilyet magának. A hetet azt úgy csesztük el, ahogy az aranykönyvben meg van írva. De komolyan. Tehát... Nem egy ma játék, illetve meg tegnap sem. Ja, ma egy picit előre vetítem már a dolgot. Nem, tegnap meg tegnap előtt nem nagyon ment a játék. Úgyhogy egy kicsit el fog úszni ez a hetecske, én úgy érzem, de pedig mindig megteszünk. Mert mi egyszer nem mondtuk ki. Ja, te igen. Én igen, köszönöm. Na, bocs. Akkor ma is te játszol, ha te nem mondtad ki. Lehet azért még jelentkezni, 0676450000 az SMS számunk. Ha közlekedési infótok van, azt is nagyon szépen köszönjük, mert itt ül a Karolina és sugározza szemével, hogy ő akar mondani közlekedési infót, ha van új. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 7 perc múlva lesz reggel 7 óra. Azért kedvelem azt, amikor csak két műsorvezető van a rádióadásban, mert ha az egyik eltűnik, akkor úgy maradsz egy. Mert amikor hárman vagyunk, akkor érted, egy elmegy kávézni, vagy elmegy készpénzért, akkor tulajdonképpen nincs baj. De ilyenkor, amikor csak így ketten vagyunk, és az egyik mondjuk főz magának egy kávét, akkor nyomorultul ő. Szevasz, Jani! Yes, sziasztok! Hello! Kicsit punyat volt a lekvár, biztos meghajtott. Bocs. De kint van minden, aminek kint kell lenni. Minden meg. Ennyi, erről van szó. 7 óra után már hárman leszünk, ezt ugye ígértük nektek. Ami nagyon fontos, hogy egy olyan kedves barátunkat, na jó, most kicsit nagyvonalú voltam, egy olyan kedves ismerősünket hívtuk el, aki volt már műsorban, nagyon szerettük, nagyon szerettétek, és egyébként istálló tag. Igen, és nem Dombovári a vezeték neve. Hát ezt sikerült mára megúszni, úgyhogy vele találkozunk majd 7 óra után, de előtte még van egy játék. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a vár. Legyünk igazán nagy képűek a három vereség után. Jó? Igen, úgy az igazi. Szia, Laci, jó reggelt! Arról, sziasztok! Így van. Na, hogy tetszik a kis indokolatlan magabiztosságunk?
Hú, egy picit rossz volt, de eléggé szagolt a vonal, nem tudom, hogy én állok rossz helyem. Hát nézd, mi vonalasan beszélünk. Tehát mi nem mozgunk ebben a pillanatban. A miénk nem szaggathat, mert mi a vonalas végén vagyunk. Te vagy akkor ezek szerint mobil vége. Laci, honnan jelentkeztél a játékra? Tökörről jelentkezem. Tökörről? Bentről vagy kintről? Igen, ezt akartam kérdezni, hogy rab vagy rabos. Hát, picit magasabb. Egyelőre még kint, remélem kint is maradok. Van okod rá, hogy elgondolkodj egy bevonuláson? Voltam már bent, tanítottam bent. Na! Tököli börtönben, a fiatalkorúaknál ugye, voltam testnőtanár 3 évig, de aztán most idén nem indult nappalit akozott bent a BV-ben, így hát most sajnos nincsen benn munkám. De amúgy voltam már benne, úgyhogy tudom milyen benn, tudom milyen kint. Testnevelőként, hát ott érdekel valakit mondjuk a standard biceps, triceps, mert gyakorlaton kívül bármiféle testmozgás is? Nem sok mindenkit érdekelt, viszont azért elég sokan. Hát, Laci, és másféle páran. Oktatás is van, vagy csak a testnevelés, vagy ez mondjuk általános iskola, vagy közé? Igen, igen, általános iskolai részen, ugyanúgy van náluk is oktatás, tehát kötelező ugye az iskola, ugye náluk is 16 éves korig. Egyébként ott ugye tovább. Egyébként nagyon igénylik, tehát hogy tényleg egy picit így a viccet félretéve és egy kicsit komolyra fordítva a szót, azért vannak ott nagyon sokan, akik igénylik azt is, hogy tanulhassanak, hogy kulturálódhassanak, hogy folytathassák a tanulmányaikat, tehát azért vannak olyan emberek is ott bent, akikre mondjuk jótékony hatással van ez a környezet, és szeretnének változni. Most valamelyik nap láttam egy videófelvételt, korábban történt már szerintem a dolog, tehát nem annyira friss, de én a felvételt most láttam, Paja be a fellépéséről. Aha. És hát hogy mennyire együttműködtek vele, hogy mennyire élvezték, hogy mennyire együtt voltak, hát hogy a zene nyelve az mennyire összekötötte ezeket az embereket, az szenzációs volt. Meg szeretik, ha bármi van, ami nem a megszokott. Egy fegyvered nincs, ugye, pedagógusként bent, hogy hazazavarlak az óráról. Hát igen. Igazából ez is van a probléma. Tehát azért egész jól megtartottuk az órákat, szerintem csak érem a kollégák is, és azért tényleg vannak olyanok, akik ugye bent szereznek, ugye 8 általános iskolai végzettséget, vagy ugye még a érettségit is megpróbálják bent, tehát azért vannak, akik erre hajlandóságot mutatnak. Hát aki meg nem, az meg azzal úgy sem tudsz amúgy sem, az kint se akarna, bent se akarna. Tehát Laci, kivel szeretné játszani? Én a Jánossal szeretnék játszani. Mi az oka ennek? Miért bántott szegény fiút, hiszen tegnap is ő játszott? Igen, viszont írtam az SMS-ből, hogy éppen készülök a maratonra, és a Janisztom, hogy nagyon-nagyon szeret ugye futni, és akkor gondoltam, hogy akkor vele játszanék egyet. Jó, Laci, nem akadályozunk meg ebben, jó? Úgyhogy akkor már is elkezdjük ezt a bizonyos várja, mert a te saját magad indítod? Nagyon jó. 3, 2, 1, tessék! Elindította. Szóval azt mondtad, hogy futsz. Jani. Szia! Futok természetesen, jól hallottad, Jani. Mennyit készülsz egy nap? Nem napon. De kár érte, tanár úr, a kutya fáját, hogy a macska rúgja meg. Ajja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 j
Török Janinak. Nagyon szép, megvan az első pontunk. Ez van tanár úr, amikor valaki elkezd beszélni a kedvenc témáinak az egyikéről. Én is egyébként mindig ilyenkor szoktam rácsúszni. Hát akkor nem üzedik egy csomó mindenkit, találtam, hogy fogok mondani, de hogy ilyen hamar belefutuk ebbe, és gondoltam volna bele. Laci, viszont a futáshoz adunk neked egy nagyon jó segédeszköz, bár én ugye, aki nem tudok futni, mert nem alkalmas rá a testem, az evolúció másképp döntött, amikor engem megteremtett, hogy fussak vagy ne fussak, de azt mondják, hogy ez nagyon jó zenére futni. Janival erről és erre fér zene bőven. 16 gigabájtnyi zenét tudsz rátölteni, úgyhogy tiéd az iPod Nano. Hú, nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki. Viszont a csomag nincs, az marad nálunk. Akkor köszönjük szépen, és akkor sikeres készülést. Egy SMS-t majd dobjál, ha megvan a 42. Mindenféleképpen dobok. Ti leszek az első, akit kapjuk. És melyiken akarsz ott lenni október közepén a Budapest maratonon? Október 13-án, igen, ott leszek. Lélekben veled leszek, szurkolni fogok. Én is. Sajnos én akkor dolgozni fogok valószínűleg. Istenem. Új, de kár. Te szegény. Kérlek, Laci, köszönjük. Nem fognak adni. Köszönjük szépen, szevasz. Szia. 3 perc múlva lesz 7 óra, friss hírekkel folytatjuk, utána pedig a vendégünkkel egyetemben visszatérünk. 2 perc múlva lesz 4:08, jó reggelt, sziasztok, a szignál maradt, a főnök egyelőre nincs, szerdán viszont jön, és nagy tapssal fogjuk azt a férfit megünnepelni, aki már itt van nálunk, bár még alszik.
Nagyon szép kapcsunk van, nem mondhatod. Így még nem örültek nekem reggel, férfiak. Nagyon kedvesek vagytok, tényleg jól esik. Kicsit szokatlan, de... Ugye? De valahol silogat, igen. A Klassz FM rádió állomás műsor vezetője. Hello! Hello! Nagyon köszönjük, hogy beáldoztad a reggelt. A gyerek otthon sír, az asszony tépi a haját, hogy most nem vagy velük. Te egyébként nem szoktál ilyenkor fölkelni. Az utóbbi időben úgy van, igen, hogy a mátkám viszi el a gyereket reggel, úgyhogy én még ott tudok pörögni, mint a grill csirke az ágyban. Már fönn vagyok, de tudod, azért úgy kikelni belőle, az nagyon nehéz. Az éjszakázás. Neked csak az jutott. Borzasztó. Rettenetes. Igen. Az öregedő sejtek. Az nem hiányzik egyszer. Az öregedő sejkek az éjszakában. Te reggel menjél a gyerekkel, vidd el. Ő most ovis? Most ovis, még nyert egy évet. Augusztus végi gyerek, úgyhogy most mehetett volna iskolába. Miért de úgy gondoltam, hogy... megbukott homokozásból? Nem annyira ment neki. Meglepődsz, nagyon komoly tesztek vannak, hogy te suliba mehessél. Egyek, hát azt tudom. Ez nem úgy van az, hogy csak izé vége az ovinak, és akkor te automatikusan mész. De még ez tényleg a gyerekek érdek. Hát gondolj bele, hogy attól függ, hogy hogyan születsz, te tulajdonképpen oda kerülhetsz, kezdheted az iskolát úgy is, hogy kvázi egy évvel idősebb gyerekek vannak körülötted, és azért, hogy elég szar úgy indítani tudod, amikor te vagy a leghülyébb, és még nem is értesz bizonyos dolgokat, mert azért a 6 és a 7 év között van óriási különbség. Igaz, Jani? Hát igen. Meg, te már egy év. Hát vicceltek. De egyébként egy csomó olyan gyerek van, aki nem is elég érett arra, hogy elkezdi az iskolát, és hatalmas trauma neki. Tehát amikor szólnak, hogy olyan gyerekek, akkor csatogos lepkét ezt le lehet tenni, és akkor itt van egy irodalomkönyv, egy nemi szervezelény, de erről majd később beszél. Tehát, hogy... Hát fél felnőttként is nehéz koncentrálni, vagy hát felnőttebbként is bizonyos órákon, nem? Tehát azért gondolj el, hogy a diák éveink azzal teltek el, hogy tehát konkrétan harcot vívtunk az elalvás ellen. És hát neked melyik tárgy nem ment, ha már itt vagyunk? Hát melyik ment inkább? Melyik volt az az egy, ami ment? Hát nyilván én irodalmi beállítottságú voltam, úgyhogy azokat nagyon szerettem, és minden, ami matek, tehát amiben számok vannak, az meg rettenetesen nem. Tehát ilyen matek, fizika... Nem tudom. A fizika tanárunk nagyon szórakoztató volt, Vácz Drucker volt, és mindig azt kellett mondani, hogy éppen mi újság az aktuális csapata, hogy játszott a Vácz ezeket. Mi? És igen, na, tudtad jó. A... Tudtad jó reggel, gyerekek, csak a Vácz! Vácz összeállítást tudtuk, akkor nem volt a nagy baj. Úgyhogy a fizikát is sikerült megúszni. Na, szóval nem hiányzik, hogy mert onnan indult ki a beszélgetés, igen? Hogy a gyermek most még óvodás, hogy nem hiányzik néha, hogy elte... Baromira nem hiányzik, hogy én vigyem óvodába. Annyi jó dolgot lehet csinálni a gyerekkel azon kívül, hogy óvoda után. Igen, tehát, igen. Hogy utána megkapom nyilván, de hogy ez a reggeli óviba menés, ez egy ilyen, hát nem tudom, nem a legszórakoztatóbb dolgok egyike. Ő is álmos, én is álmos vagyok. Nem tudom, nekem pont az ő reggel is el van rontva. Tiéd meg már, minek tegyek. Akkor ne legyen legalább az egyik. Végre túl vagyok az óvodán, tehát és akkor most tessék, járatok megint. Tehát nekem pont a hét elején mondta a lányom, hogy apa, te vigyél óviba holnap. És gondolom, hogy hát ezt elbuktuk életkem, én itt vagyok bent. De egyébként nagyon szeretnéd, nem? Pedig én szívesen, én komolyan, hogyha mondjuk nem jönnék így holnap be, de ide nem is jövünk, mert Paksra megyünk, akkor én tök szívesen átsétálni, venni egy kiflit, leülni, azt megesszük. Most ti hallottatok a haveroktól ilyen legendákat, hogy a kicsit, akiknek idősebb gyerekeik vannak, majd fú, majd az oviba, az anyukák, majd amikor az ovis, hogy ott miket lehet. Hallottatok ilyen legendákat, igen. Hát semmiket nyilván. Tehát én meg voltam döbbenve, hát jönnek anyukák. Tehát ugye én nem, az a leírások, tudod, hogy öcsém, Hollywood. És ez megtette, és csak nézem. Eva Mendes hozza a gyereket, és már elvált. És akkor lehet vele dumálni. Nem tudom, hogy milyen nálatok a leosztás, az én állok az oviba is, meg az iskolába is vannak a kedves anyukák. Na látod, tudtam. A kedves helyes anyukák. A legenda él. Akkor te gyereked jár rossz helyre. Ennyi. Nem, hát ott is tudom, na mindegy. Eva Mendes-t én nem találtam meg. Aha. Igen, de itt inkább arról lehet szó, hogy a te oldalbordád ez alapján választottak ki az oldalt. Nézzük, ha mégis az áról jön, de ha mégis semmi az áról jön, jobbról, semmi balról, oké. Na jó, van, ide beiratjuk a gyereket. Na jó, mindegy, csak a legenda véget kérdeztem, de akkor van alapja ezek szerint, Jani nálad. Nyám. Akkor gondolom, te viszed a gyereket, nem? Nem. Hát, mert érted, ugye? Ugye? Hogy ketten most itt ülünk, érted? Próbálkoztam már egyszer szombat, és vasárnap bevinni a gyereket, de zárszakokat találtunk. Viszont érte, szívesen értem egy. Mert akkor is jön Éva Mendes, tudod? Aha. A nagyobb a szórás, mert általában 8-kor kezdődik, tehát akkor pontosan kell menni, és a délutáni elhozatal az már egy kicsit szor, de azért ott is lehet találkozni. És akkor lehet, tiéd is túrja az órát, ja. És este mit csinálsz? Ügyes kanyarra. Ráterelni a dologra. Na, ha már ismerkedő sztori, mert ez valahol azért az... Hát egy kicsit fölvezettem, ne haragudjatok. Egyszerűen embertelen profi. Nézzük, beesik és Mário. Beesik és Mário. Alig 3 perce van. Én már szerelmes lennék, ha nem lennék hetero. Komolyan. Figyeljetek, én kimegyek, hogyha gondoljátok, dumáltak. Ne, maradj, légy, inkább Árontól félek.
A netes ismerkedésről egy kutatás érkezett, nem tudom angol-e vagy sem, mert azt többször megígértük, hogy nem foglalkozunk vele. A felmérés szerint úgy tűnik, hogy leáldozóban van a vad idegenekkel való ismerkedés, mert ugye a neten azt állítasz magadról, amit csak akarsz. Olyan képet teszel föl, az a neved, azok a paramétereid, tehát órákig tudom, és egyéb ilyeneket írhatsz magadról. Aztán pedig elérkezik az a pillanat, amikor ugye a személyes ismerkedés hát elérkezik. Kicsit cseteltetek, kicsit beszéltetek, és mindenki azt mondja, hogy egyre többen azt mondják, hogy nem működik a dolog, mert hogy ráadásul saját magadban is hiba van, ugyanis elkezdesz egy képet generálni a másikról. Tehát mi ketten... Na jó, de azt akkor is csinálod mondjuk, ha ismered. Tehát a másikról képgenerálás, abban nagyok vagyunk, tehát valljuk be. Jó, tehát értem, hogy az anyukákról, akikkel találkozol az óviban, utána túlfantáziálod a dolgot, de akkor legalább látod, tehát akkor tudod, hogy mi van. Mire vetítesz? Viszont igen, mi ketten ugye összeakadunk a cseten, elkezdünk egymással beszélgetni, és megbeszélünk egy randit, és te azt gondolod, hogy én egy daliás, kékszemű, szőkehajú pasi vagyok. Nő vagy, igen, igen, vagy nő. Nő vagy. Igen, akkor ez nem fog összejönni. És baj van, és hogy egyre kevesebben vállalják az ilyenfajta ismerkedést. Hát, hogyha most el akarnám vágni a témát, akkor azt mondanám, hogy akkor nem épeket kellene, hanem valamilyen videóformátumot feltenni, és akkor kezdve már ez nem lenne probléma, mert hogy ha valami mozgóképet teszel fel magadról, tetőtől talpig, onnantól kezdve akkor nincsen appelláta. Tehát, hogy azért ez technikailag megoldható lenne. Nekem van egy sokkal egyszerűbb módszerem, mert hogy a Facebookon nálam is próbálkozik nagyon sok csaj azzal, hogy föltesz olyan képeket, hogy ihajcsúha, és akkor bepróbálkozik. Szerintem jobb, Gattyán úr egyébként ebből lett milliárd. Nagyon egyszerű, az ilyen, ki lehet réden ezt a dolgot, egyszerűen azt kell mondani, küldözgeti a képeket magáról, tudod, mindig fehér nemű, mindig dögös, mindig tengerparton készül, valamiért, nem érted, és akkor úgy sejted, hogy a magyar valóság az egy kicsit odébb van ettől, és azt szoktam ilyenkor mindig írni, hogy Léci, mutass már, küldj már egy képet most, amin mutatsz egy hármast. És akkor utána hosszú szünet, utána rádió csend van. Tehát, ja, mert hogy az most készül. Hát ugye? Nyilván, igen. Mert hogy nem tud magát. Tehát egy ilyen egyszerű kérdést kell föltenni, tehát ha valakivel interneten ismerkedsz, és dobálja a képeket, és éppen online vagytok, mindenkinél van kamerás mobil, és akkor lehet kérni, hogy akkor mutass egy hármas. Vagy egy pinket. Vagy kitalál, hát vagy azt. Vagy mutass három pinket. És akkor... Az anyukádat meg a szomszédasszony. Igen, ilyen egyszerű. És akkor le ezeket a... Egyébként nem tudom, miért szórakoztató másnak kiadni magad. Tehát mondjuk az nem frusztrál, ha mondjuk egy kicsit mondjuk elhanyagolt vagy, meg picit nagyobb darab, meg nem annyira szép, és magadról küldözgetsz olyan képeket, akit te nem vagy. Akkor nem érzed azt, hogy ez hogy neked kellemetlen? Hát, tehát, meg hogy ez kiderül. Tehát nem a kiderül, hát önmagában, Feri, hát nem, ciki, nem lenne neked ciki másról képeket küldeni, mert tehát akkor te szar vagy, érted? De én nem küldök másról. Igen. Nem, de én nem küldök másról képet, mert hiszen szép vagy. Hát így. Ugye? Tehát mind, mindannyian itt a stúdióban, jó, még a Zsül is. Jó, de az is, hogy egy picit azért olyan billegős érvelés, amikor azt látod a kép alatt, hogy bemutatkozás, és akkor a mások által vonzónak mondod. Tudod, ez a... Há, jó, oké. Okay, ki a más az édesanyjának? Hát kedves mamát, adjuk ki mama. Akkor ott van ugye, ez, hogyha írogattok egymásnak, az első megszólalás, mert hangot is elképzelsz. Tehát tegyük fel, hogy a képet még jó, megmutatta a hármast vagy a pinket. És tehát ő az. És arra is azt mondja, hogy ez igen, nagyon szép hármas. Ha egy szép pinket, azt felül tud érni egy csúnya hang. Nem áll. Feri. De nem áll, hogy valamit vársz egy kedves hangot, és utána, amikor megvan a készfogás, bemutatkoztok egymásnak, és hello, itt vagyok. Érted? Azért az is egy nagyon, nagyon komoly trauma tud lenni. Vagy hogy amit ő gondolt a világról eddig, neked abból is volt egy képzeted, mert nyilván beszélgetetek már témákról, aztán ott személyesen mégiscsak kiderül, hogy ő kézzel azért, leszi a csülökpörköltet. A hang azért szerintem nem annyira. Nem egy olyan ok, amire azt mondaná az ember, hogy most akkor ezért, jó, hát, hogy ha lexik és, akkor azt mondom, hogy érted, akkor mondjuk igen, de mondjuk például Amanda Lear-nek nem lett volna soha a pasia, hogyha a hangból indulunk ki, valójuk őszintén, mert az ő hangfekvése mondjuk a Ferihez jobban hasonlított. De mondjuk én nem is vagyok benne Miklós biztos, Erikájhoz. Hogy Amanda Lear-nek nem volt valami még a lába között, tehát jó, ott azért hát nekem ez, az gyanús. Szegény nála ez mindig kérdés volt, de szerintem nem. Nem kérdés, hogy pasi. Ja, nem, semmi kérdés nincs. Szóval van buktatója,
tehát... Na jó, de ez egy indítás, nem? Tehát azért nem értem, mi a probléma. Hát nyilván ez egy kezdet. Hát senki nem ott gondolta az egész aktust levezényelni a laptopján, nem? Tehát, hát hogy, remélhetőleg és igen. Gondolom, aki megismerkedni akar, van ideje. Tehát az, hogy elmegyek 2-3 esetben is lukra futok, és nem a jó értelemben, az bele kéne... Tehát luk mellé fut. Igen, hát akkor bele kéne férnie, nem? Tehát azt mondom, jó, de se jött össze, na és hát akkor most... Igen, csak amikor már 35. ilyenem vagy túl, hogy beszélgettetek, fölépítetted, oda mentél, nem az volt, eljöttél, akkor az nyilván sok. Igen, de ugyanakkor meg azért, hogyha belegondoltak az egészből, az izgalom veszik ki akkor, hogyha már az elején én abszolút mértékben kiderül minden. Tehát, hogy nincsen ez a kis beetetés, nincs ez a kis kerülgetés, nincs ez a kis jópofáskodás, kis udvarolgatás, tehát nincsen meg ez a kvázi előjáték része az egésznek. Tehát, hogy amikor így megkapod színnel, szaggal, ízzel mindent, így egyszer oda leteszik eléd az asztal, és akkor látod, hogy na, ez van, tetszik, nem kapsz mást. Hát, hogy valahogy ez már az ismerkedés része. Szerintem sokan azért mennek fel az ilyen internetes társkereső oldalakra, hogy nem is azért, hogy ténylegesen társat találjanak, hanem egy pici kis izgalom kusszon be az életet, hogy picit újra udvarolgassanak. Végre kiadhatom magam másnak, de jó lesz. Avatár. Egy pár ilyen kis levélváltás után úgy is kiderül, hogy jó fej vagy nem vagy jó fej, szellemes vagy nem vagy szellemes. Tehát, hogy szerintem ez kell. A másik meg, hogy mi a cél? Bocsánat. Ha személyesen találkozol, ez akkor is megvan szerintem. Nem az első találkozás, az első randi, meglátod, oda mersz hozzá menni, abban is megvan a felépítés. De nincsen titokzatosság benne. Tehát, hogy így tudod, ez a kicsit olyan, mint amikor ott ülsz a karácsony falat, és ott van előtted a doboz. Már tudtad, vagy tudod, hogy kaptál ajándékot, de még nem tudod, hogy mi. Csomagolgatod kifelé, és akkor még így nyilván vannak benned elvárások. Aztán, vagy megfelel az elvárásunk az ajándék, vagy nem. De hogy az izgalom, a csomagolásnak az izgalma. És szerintem ez lehet az internetes társkeresőknél is, hogyha nincsen minden ott. Mert mi ez pontosan olyan tényleg, mint hogyha az karácsony falá becsomagolás nélkül tennéd oda az ajándékot. Vagy becsomagolva, de már tudod, hogy mi van benne. Így van. Ugye ez a kért ajándék, hogy én szeretnék megint garbó, megint zokni. De és nem lehet, hogy az a probléma egyébként, hogy nem tudunk olvasni a sorok között. Tehát arra gondolok, hogy... Hát te, de mi nagyon megy. Igen, de hát, oké, máshonnan közelítek? Jó, örülsz, hogy hívtunk. Mert én mindig szeretek, ne viccelhetünk egy kicsit. Őrület, nem. Jó ez így nekem, hogy kicsit visszaveszek pár évet az életet. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen fiatalodás. Na, tehát az, hogy az írásban nagyon sok minden kiderül. Tehát, hogy nem lehet, hogy az a baj, hogy rosszul meózzuk le a nem mi, nem ti, mert ti jól, hanem azok, akiknek ez probléma. Hanem mi. Érted? Hanem mi, érted? Na, átállunk most mi is ott. Nem, van. Csak tud, voltatok matek szöveges példákat, hogy nem kell komolyan venni. Tehát, hogy van 3 csövet a medencédben. Akkor nem, tehát nem, nincs medencéd, azért meg kell fejteni. Tehát, na mindegy, a lényeg, hogy mi a cél? Mert hogy az a célom, hogy én találkozok olyan emberrel, akivel nem kidobott idő mondjuk 1 órát beszélgetni, azt le lehet szűrni írásból, nem? Tehát ír neked valamit, beszélgettek, abból ki lehet derülni, hogy lehet, hogy nem a szőke herceg, de nem kidobott idővel 1 órát beszélgetni. De mert te érdekes most beszélgetni ember. Mész a lányjal, vagy hát ezt mondom, tovább akarod na gondolni? Ez lett volna az alapkérdés. Mi a cél? Ha ez a cél, hogy ismerkedj, arra nem kell, hogy a herceg legyen. Nagyon jókat beszélgettem már életemben olyan lányokkal, akiket mondjuk nem biztos, hogy szerettem volna páromul. De nem volt kidobott idő velük beszélgetni, mert jó fejek voltak. Nevetgéltük, röhögtünk, tehát érted? Neked nincs ilyen párkeresés. Tehát úgy szól, hogy párkeresés a témánk. Na de a pár az benne van, az, hogy kéne dumálni is vele, nem? Az igen, abszolút, csak itt most arról is szó van, hogy egyébként aztán tovább akarod ezt gondolni, ha rövid távon is. Tehát el akarsz jutni odáig, aminek az a vége, hogy érted. Értem. Hát akkor ezt ketté kell választani. Vannak a beszélgetős, meg a sunázós oldalak, és akkor... A sunázósra kell rámennünk, hát, ha ilyet akarsz. Hát egy volt barátom, aki járt, ő úgy hívta, hogy a pszichiáteréhez jár minden héten, mert hogy az olyan volt, hogy ott volt minden, tehát tudtak beszélgetni az élet nagy dolgairól, meg ugye a kis dolgairól, és aztán volt egy kis anyagi jóvátétel, de egyébként abszolút a lelkének ugyan a jót tett. Tehát, hogy van ilyen is. Meg nekem az is a bajom ezzel a dologgal, hogy egy picit ilyen katalógusszerű. Érted? Hogy leányvásár, meg fiúvásár. Lehet, mint a szűkíteni, mint a használt kocsira, hogy keveset igen, futott, szervizben tartott, fondományzó. 30-35-ig. Alufelmi. Igen, szőke, nagy bellű, mű, tényleg? Igazi, mindent, és akkor szépen kidobja azt, aki neked elméletileg összejöhet. Tehát legyen ilyen, mint a, mit tudom, az Express, hogy részletes keresés, meg hogy keresés a szövegben is. Úgy van, igen. Igen, tehát, hogy... Basti. És akkor tudod, hogy
nincs találat, jó, akkor a mellméret most akkor azt kipipáljuk, az ne legyen benne, most sincs találat, és akkor szépen adod lejjebb, hogy végre valakit kidobjon. Na, ha erre azt mondjuk, hogy ez mostanában nem működik, akkor most van egy új divat, hogy az ismerősön keresztüli pártalálás. Hát ez nem ez új. A tipikus, hát most, de hogy vissza akarják vezetni, nagyon sokan azt mondják, hogy inkább ez a jövő, mint ez a számítógépes internetes ismerkedés, amikor például a nagybácsi, még 16 éves voltál, odajött hozzád, kicsit megpaskolt az arcot, és azt mondta, hogy Ferike, majd... Érzésem, volt ilyen nagybácsi, Feri, akarsz róla beszélni? Esküszöm, hogy volt vele? Kerítő ember akart lenni, megpaskolta az arcodat, és azt mondta, hogy na itt a disznyó. De igen. Most megtanuljuk, hogy mi az igazság. Miért már kiborultad, de a hajol már érte, Ferencem. Nem így. Nem. De rohadékok majd. Azt mondta, hogy van a Katika, a szomszéd faluba, ismerem. Hogy nagyon... a másodunak a testvér, de nálunk belefér, ismered miért a család. Te is az életéje, hülye fiam, semmi baj. Apádnak is mutattam, de neki nem kell. De már megtörlöm, már megint folyik a nyál a szádból. Édesöcsém. Meg, de szeventek majdtok. Na, és akkor azt mondja, hogy a Katikával milyen jó lesznek. Szerintem ti tökre együtt. Mi is jó meg vagyunk. Neked is jó. Neked is jó lesz vele. Na, felnőtt vagy már 16 éves. Voltam vele is, yes. Nem lesz itt gond. Nincsen ezzel gond. Családban marad a hozomány. Na, szóval ez igen. Értem, mit akarsz ezzel. Kicsit átfordítottuk azt, amit én szerettem volna mondani. Értem, mit akarsz ezzel. Nem akarom megismerni a nagybátyám. Hogy az ismerősön keresztüli pár összeboronálás működhet-e. De ő ismert téged. Most nem a nagybácsi. Tehát te például most egy szabad férfi vagy, nem egy családos ember, és én tudom, hogy milyen vagy. Itt ülünk 4 éve együtt, vagy nem tudom már 5, nem tudom hány éve együtt. Körülbelül tudom, hogy milyen ember vagy, és nekem van mondjuk egy ismerős hölgy a körömben, akinek azt mondom, hogy figyelj, ez a Jani, szerintem ez egy tök jó. Hát, tök jó, figyelj, ha jó hiszemű, jó arc az illető, tehát a barát vagy a barátnő, akkor szerintem jó. De van ez a, vannak ezek a állandóan jelentkező nyüzsgő típusok, akik így benne szeretnének lenni az egész sztoriban. Tehát, hogy és kicsit büszkék is rá, kicsit ez a kerítő-kerítőnő kategória. Igen. Aki így egyébként, tehát ez biztos ismeritek ezt a típust, aki így hivatásának érzi meg, így kötelességének, hogy egyedül vagy, nincs segít, intézünk valakit. Hétvége már. És akkor hozod neked boldogot, boldogtalant, aki lehet, hogy nem is akar magának párt, de őt is berántja, és rád akarja tukmálni, és mindenki tök feszélyezve érzi magát, hogy elmentek egy ilyen, ő elhoz a barátját, vagy a barátnőjét, elhoz téged, és beintéz maga mellé egy szintén szingli, szintén egy picit, hogy hívják, feszengő csajt, vagy az, már az első pillanatban látod, hogy hát nem az ő, nem ő a te eseted, ő is látja, hogy te nem vagy a te eseted, de a kedves, közös, ismerős kerítő vagy kerítőnő, az nagyon össze akar titeket bozolni. Ez lehet, ez nagyon jó nagyon. Is kijöhet. Hát, nem? Hát ha most ismerlek téged, ismerem a csajt, akkor azért csak körülbelül így össze tudlak tenni. Azért nehéz ez szerintem, mert hogy itt olyan emberek ülnek, akiknek gondolom a kommunikáció más neműekkel és azonos neműekkel sem probléma. Viszont nyilván azok az emberek, akiknek szükséges egy ilyen kerítő, azok nem ennyire beszédesek. Tehát nem csak azért feszeng, mert össze akarod hozni valakivel, hanem eleve feszeng. És két olyan embert, akik nem annyira, hát ismerjük ezt a típust, nem oldódik annyira, nem tud annyira, azért muszáj lökni rajta. Tehát mondjuk nem hiszem, hogy ez alapvetően a probléma, és biztos, hogy kimondva vagy kimondatlanul azok az emberek, akiknek ez nehezen megy, azok szerintem örülnek valamilyen fajta segítségnek. Nyilván az, amit te mondasz, hogy na egy kis sütét, egy kis nagyjetek, egyetek, műség, legyen hangulat. És akkor, igen, és akkor még szeretsz, hogyha csak elmehetek a Mekibe hambizni, és nem pedig egy egész hétvégét kell majd együtt feszengedetek valahol. Megyünk kirándulni, gyerekek, igen. Nagyon jó lesz ott. Ugye milyen szép a bolca? Van, akinek ez nehezen megy, hát nem tudom. Na, én olyanra vagyok kíváncsi, akinek viszont könnyen megy, mert most ti csak a negatív oldalát mondtátok el ennek. Most mondtam. Akinek nagyon könnyen megy az ismerkedés? Nem. Akinek így alakult a párkapcsolat, hogy volt egy harmadik ember, jó, a hallgatók közül jelentkezhet most olyan, akinek ez így jött össze. Nekem van barátom, aki interneten ismerkedett meg, az egyik legjobb barátom interneten talált párt magának, összejöttek, azóta gyerek, és na, az internetes az oké, ezt tudjuk. De amikor a harmadik ember, hogy a harmadik ember, amiről most beszéltünk, és azt mondtuk, hogy ez általában rosszul szokott ki elsülni ez a dolog. A harmadik internet káro, így hívták, összehoztak.
Köszönjük a tapasztalatait, a műsorvezető kolléga a hírek után elmondhatja, de a hallgatók meg jelentkezhetnek, akiket tehát amikor tényleg, valaki... Amikor bejött. Valakit valakinek bemutatott. Bemutattak, ezzel a szándékkal mutatta be, tehát később ez kiderült, hogy ez egy ilyen összehozó randibuli volt, ez bejött, na az írjon nekünk. Egy magányos, 70. kedves lányt összehozott egy, egy rámenős sráccal, aki rögtön már az első alkalommal mondta, hogy előtted iszunk, vagy utána iszunk. 0-76-45-00-00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Pontosan 3-4-80, jó reggelt, szevasztok! Kinek szól a tapsnak, kinek? Hát ne a Janinak! Társműsor vezetünk a mai reggelen, Kovács Áron. Sziasztok! Igen, nem mentünk jó nagyon messzire a keresgéléssel. De nem két hívjon, két hívjon. He, he! Nem így volt. Az nem a Roli? Nem, az Áron. Nem mindegy, Áron! Gyere, nem így volt, őt Áron nem vállalta senki. Nem, hallod? Nem tudsz bejönni. Benne van a, ki, a, benne van a szerződésed, az apró betűset elolvastad, ne, már ne, kötelességed. Morningsos bögréért vállaltam. Na mindegy. Azt nagyon sokan, nagyon sok mindent adnának azért a bögréért. Arról kezdtünk beszélgetni, hogy nem nagyon megy a netes társkeresés, illetve egyre többen csalódnak benne, inkább így fogalmaznék, és hogy jó a régi módszer, amikor van kerítő emberünk, aki kérve, de inkább kéretlenül felvállalja ezt a feladatot. Ugye? Én azt kértem tőletek, a hallgatóktól, mert itt mind a ketten azt mondtátok, hogy ez általában nem szokott működni, hogy olyan emberek jelentkezzenek, akiknél működött. Na és nézd meg az SMS falat. Nézd meg. Van három. Ez figyelj, ez gyakorlatilag. Hányan élünk az országban? Várjál. Akkor működik. Ez jó lesz. Na akkor van. Na. Na és hogy van, mi van. És háromféle van. Tehát, hogy rájöttem, én is egy kicsit agyagadtam itt rajta a két zene közt, meg ugye olvasogat az SMS-eket, és rájöttem, hogy háromféle kerítő van. Az egyik, aki egészen meglepő módon tényleg jó indulatú, és azt akarja, hogy te boldog legyél, kiegyensúlyozott legyél, hogy végre sínre kerüljél, és tényleg... Az az anyád. Na, ő anyuk. Kb. Tehát, hogy van, például, de hogy lehet esetleg ez egy jó barát, vagy jó barátnő is. Tehát, aki tényleg jót akar neked. A második, az a túlnyüzsgő típus, akiről én is beszéltem a zene előtt, hogy aki egyszerűen hivatásának tartja azt, hogy mindenkit mindenkivel összehozzon, és a harmadik, a legjobb arc, na, aki csak azért szerez melléd egy, általában ez egy haver, egy csajt, mert hogy a csajnak a barátnőt ő egyébként szeretné elkapni. Júj, de jó! És akkor ez árukapcsolás. És akkor így van, aha, és akkor együtt elmentek, és akkor mind a kettőtöknek van párja, ráadásul a csajnál, akit ő akar kapni, annál ez egy jó pont, hogy az ő barátnőjének is szerez valaki. Milyen szépek együtt Áronnal. Érted, nem tudom, van egy negyedik kategória, aki hátradől is szórakozik. De ez olyan kém. Ez volt egy olyan. Mert volt egy haverom, aki egy nagyon-nagyon jó, egy igazi macsó srác volt, de úgy nem nagyon találta a barátnőket, de egy értelmes, helyes gyerek. Na, és hát gondoltuk, hogy a párommal, hogy akkor az ő barátnői közül, hát, mert ott is nagyon sok magányos, de egyébként jó képességű lány van, csinos és szép, csak nem találja párját. És hát úgy hoztuk össze ezekkel a lányokkal. Ő meg szépen, tényleg, mint a Zinger, így végigvarta a kedvesem összes barátnőjét, úgyhogy én csak átredültem és szórakoztam, hogy mindig előkerült egy újabb barátnő, akkor tudtam, hogy akkor este majd lesz nagy dumaparty, hogy mégis milyen volt, és hogy gratuláljunk. A fiatalembernek, tehát tényleg úgy voltunk vele, mint Kádár János, hogy oda tereltük a vaddisznókat, és ő meg állt és géppisztolyozta a lányokat. Föltétlenül a vállamra tegye a puskát. Engem ez valahol szórakoztatott egyébként, mert mindig előkerült egy lány, akkor én már tudtam, hogy akkor... De párod barátnőit annyira nem, gondolom. Én? Nem te, hanem őket nem szórakoztatta. Na. De nem, hát azért ők se jártak rosszul. Na, hát mondom, egy jó képességű srácról van szó. Hiszen a te barátod. Így van, és egyébként ő utána meg mindig megbecsülték azokat a kicsit kevésbé, kicsit csúnya, kicsit görbehátú fiúkat, akik viszont rendesek. Tehát, hogy a nőknek kell egy ilyen pofon, nem? Tehát egy mácsótól egyszer így jó kapni, aha, kell egy ilyen nagy pofont ahhoz, hogy aztán tényleg, hogy el kell jönni. Nagyon szépen megmagyarázod a múltadat. Ádám, jó reggelt! Hello, sziasztok, te egy ilyen reggel kerítésnek estél áldozatul, ugye? Autóval lehet mondani. Egyébként igen, autó is van a sztoriban. Hogy zajlott? Ez úgy zajlott, hogy a legjobb barátom és a legkésőbbi feleségem legjobb barátnője, ők egy párt alkottak, és kitalálták, hogy összehoznak minket, mert milyen jó buli lenne. Uh-huh. És hát rendeztek is egy ilyen összejövetelt, ahova meghívtak mind a kettőnket. Bemutattak egymásnak minket, de úgy érezték, hogy nem zajlik olyan gyorsan vagy úgy, ahogy ők eltervezték ez az ismerkedés. Úgyhogy rossz volt a részidő.
megfogtak minket, és bezártak egy autóba, hogy addig ki nem jöhetünk, amíg el nem csattan az első csók. Óriási. Ez milyen? Hát, és belökték a tóba, hogy siessetek. Kicsit siettették a dolgot, de jól sült el, mert végül elcsattant az első csók, aztán randik következtek, és többke 7 év múlva esküvő is, meg most már 7 év gyerek is. Hát akkor ez működő dolog. És tavaly kiengedtek a kocsiba. Kicsit szűkösen voltunk már 3 gyerekkel, de megvagyunk. És amikor először, tehát ott ültetek a kocsiban, rátok zárva az ajtó, akkor mit mondta, hogy figyelj, csókolj már, meg hamarabb szabadulunk? Vagy mi volt a fő hát gondolat? Hát először próbáltunk beszélgetni, aztán rájöttünk, hogy ez sokkal gyorsabban szabadulunk, hogyha végre csókolózunk, és aha, akkor kubogtak kintről, hogy rohadtul fázunk. Igen, egy 5 perc múlva kijöttek, hogy volt már valami, mondtuk, hogy nem, még várjatok egy picit. Hát ez milyen, bezárod egy autóba. Nem, teljesen jó indulatból zártak be minket, és most is köszönöm szépen, hogy ezt megtették, mert a életem legjobb dolga történt meg velem. Csodálatos. Gondolom a házassági évfordulót azt mindig egy ilyen hátsó ülésen töltitek, nem? Yeah, tehát, igen, ott voltunk nászúton is a hátsó ülésen. Kesztyűtartóból eszegettek valamit, és ropi. Legalább olcsóbban megúszunk. Ennyi, valaki benyújt egy csokor virágot, azért az legyen. Ádám, köszönjük szépen, és akkor sok boldogságot a további napban is. Én is köszönöm szépen. Hello, szia. Ildi, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Te melyik oldalon állsz, téged kerítettek, vagy te voltál a kerítő? Én a kerítő oldalon állok. Yes. És ez női szakma, ugye? Így van. Azt abszolút elmondhatjuk, hogy ez azért tipikus női. Abszolút, mert nekem sose sikerült, tehát valószínűleg igen. Jó, hát azt mondjuk neked más se, de ezt most hagyjuk. Na, és te az általunk felsorolt kategóriákból melyikbe tartozol? Hát én a jó szándékúba, ugyanis én a lányomnak szerettem volna a partnert találni, nem azért, mert nem volt neki. Csak hát nekem nem tetszett az illető, és úgy gondoltam, hogy nem ártana, hogyha egy picit befrissítenénk, és ő egy picit úgy elszakadna ettől a sráctól. Na de várjál egy picit, igen? Mert azt mondtad, hogy a jó szándékú kategóriába tartozom. Ez nem hát, az. Egy picit úgy érzem, hogy ha mondjuk a lányodat kérdeztük volna meg, abban a pillanatban, amikor ő együtt volt még azzal a sráccal, aki neked nem tetszett, akkor ő nem ezt mondta volna, hogy te a jó szándékúba. Szakadozott már ez a kapcsolat. Aha. Az már nem volt az igazi. Úgyhogy, szakadozik ez a kapcsolat. Ugye, hogy milyen rosszul vagytok már együtt? Na! ez mondjuk szerintem nem szép. Mi nem tetszett a srácon, azért áruld már el. Hát figyelj, most képzelj el egy 7-8 éves lányt meg fiút, akik mondjuk a hétvégét azzal töltik, hogy ülnek a szobában, nézik a tévét. 17 évesen tévéznek. Hát ott rohadjon meg az az udvarló. Ott mondjuk baj is van. Hát micsoda dolog. Igen, nem kirándultak. Keresztül, és nem mennek sehova, és még buliba sem mennek. És igazából már a lányom is panaszkodott, hogy nem tetszik neki annyira, aha, már ez a dolog, de úgy bele savanyodtak ebbe a dologba, mint egy rossz házasság olyan volt, amikor már együtt vannak 10-nem-tudom-hány éve, és akkor ott már marhára unják egymást, de egyik se tud lépni, és akkor én úgy gondoltam, hogy na, akkor most majd én. És akkor mondtad a lányomnak, hogy kicsikém szerintem jön egy férfi, bemutatom neked, és akkor majd ő lesz. Mi volt a trükk? Ennél én sokkal ügyesebb voltam. Hát először feldarabolt az udat, lerúgta a tévét. Így történt pontosan. Na, igazából úgy történt, hogy volt nekem egy kollégám, aki jóval fiatalabb volt nálam, viszont nagyon jóban voltunk, már olyan szempontból, hogy jókat dumáltunk, és igazából Isten én úgy gondoltam, hogy hát ő pont jó lesz arra, hogy leszedje a srácot a lányomról, és akkor beszerveztem a lányomat egy ilyen diák munkára, mivel ő akkor még diák volt, beszerveztem diák munkára a céghez, aha, és találkoztak. És előtte már ugye én sokszor mondogattam a srácnak, hogy hát szerintem ez így tök jó lenne, meg próbáld már megleszedni róla, meg milyen jó lesz. És csináld már meg a lányomat. Na hát itt van, kollégák, nem értettem, milyen mamlasz. Annyira jól sikerült a dolog, hogy ezek teljesen egymásba zúgtak, úgyhogy együtt van az út. Azóta is ez hány éve volt? Hát most már hanyadik éve, negyedik éve, aha, vannak együtt? Aha. Igen, és miután éve, ugye összejött a párkapcsolat, te felszálltál a seprűre és elrepültél. Ahogy ugye? Kicsit ez benne van. És néha azért főbosszantanak, hogy tévét néznek, nem? Tehát vannak még ilyenek? Nem, tévét azt kidobjuk. Nem? Ja, nem néznek tévét. Nem kellett, tudod? Ez most már így jó választ. De azért ez rizikós volt, tehát ebbe valljuk be, hogy ebbe volt rizikónak. Na, olyan fiút választottam, akinek nincsen tévéje. Hát óriási vagy. Óriási vagy. És szegény ex.
Az hogy dolgozta fel ezt az egészet? Nyilván a te válladon sírta ki magát, igen. Nem? Mármint kicsoda? Hát az ex, akit el akartál üldözni a lányod mellől. Na hát őt szegényt megviselte, szóval ott egy picit azért úgy rosszul éreztem magam, de ez a dolog akkor is véget ért volna. Levet magának egy új LCD-t. Azóta csak a rontást veszik le róla minden nap a tévéből. Elment Amerikába. Ó, és ott keresi a boldog. Ja, aha, de ez nincs lelkiismeret furdalásod, hogy tönkretetted egy ember életét? Nincs. Ildi, köszönjük szépen neked a tanulságos történetet, szevasz. Na, látjátok, így kell csinálni. Ez az elhivatottság, ez számomra nagyon szimpatikus volt. És van egy tönkretett élet, meg egy béke és boldogság. Hát mindenki megkapta azt, ami jár neki. 6 perc múlva lesz 8 óra, van még egy játékunk ebben az órában. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Niki, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Honnan hívsz bennünket? Hát én most jelenleg Budakeszin vagyok, aha, de úgy érdi lakos vagyok. Érdi lakos. Neked van ilyen párkapcsolatos sztorid? Képzeljétek, van. Engem a volt osztálytársam hozott össze az ő legjobb barátjával, és azóta ő már az én férjem 6 éve. Aztának. És egyébként szerelmes voltál az osztálytársadba, csak ő le akart pattintani? Niki, nagyon jó, hogy engem szerez, de nézd, csak itt van ő az a fiú. Nem egészen így történt, nem voltam. Na, akkor nálad is működött. Niki, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi is Beru néni. Nagyon figyelek. Hangversenyen vannak. Hát nem kártel koncerten vannak. Hát lehet, hogy van egy ilyen szimfonikus kártel. Nem kártelt mondunk ilyenkor, mikor itt az áron. Káosz központ koncert ja, van. Ja, igen. Szimfonikusokkal tudtam, egyetemben. Hogy valami ká, de hogy a vége mi? Ká. És akkor jöjjön az ének, figyelj. Na, figyelek. La 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 la. Hát ez nagyon könnyű. Ezt még én is megfejtettem. A csajos feldolgozás is nagyon jó volt, meg az eredeti is nagyon jó. A népzenés is. Az is nagyon jó. Nagyon jó. Mi a tétje a játéknak, csak hogy súgjak-e? Súgjál. Ajándék, Csomi. Az idővel kapcsolatos, ami csak úgy rohan, telik, mondhatni, múlik. Na jó, azért ne legyél már ilyen. Még egyszer megmutatjuk. Jó. La 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 la. Most múlik pontosan! Feca, te vagy az? Ugye ez az eredeti, a Quimby féle verzió. Igen. Jaj, de jó, szuper. Nem, mi is örülünk, Niki, gratulálunk, megvan az ajándékcsomag. Nagyon köszönöm, és egyébként, ha nem kiabálsz, akkor hallani fogod még azt is, de egyébként örülünk, hogy örülsz, hogy van plusz ajándékod is, képzeld. Na, mi az? Norbi küld neked egy nagy csomagot. Jaj, de jó, szuper. Ja, rendes fiú így adogatja az ajándékokat. Ittem. Puszilunk, szia, és sok boldogságot továbbra is. Hello. Hello, 3 perc múlva lesz 8 óra, jövünk a hírek után. 3 perc múlva lesz 4:49, jó reggelt, szevasztok, egy rossz hírrel kezdünk. Rám gondoltál? Akkor mondom a jót, Kovács Áron, a mai vendégműsorvezetőnk, Tapsal Egyetemben köszöntünk. A rossz hír az meg így szól, óriási baleset Bonyhád és Bátaszék között az Alsónál, a Kismórágy közti vasúti átjárónál. Most mennek arra a mentők és a rendőrök, 3 autó ütközött és teljes az útzár. Itt a András azt írja, hogy rossz a vasúti átjáró, már hogy ott az aszfaltozás, és tuti, hogy megdobta az egyik autót, aki ezt nem ismerte. Valószínűleg ez azok számára fontos információ, akik majd még arra fognak menni, és nem ismerik ezt. M1-31-es Kavicsnál a belső sávban egy vas ék van, kis tuning írta valahonnan. De szép lehet. Leesett, na az is vicces, amikor arra ráhajtasz. Elém egyszer leesett egy pótkerék egy kamionról. Semmi, nem tudsz mit csinálni. Egyszer csak ott pattog egy kerék az úton. Nagyon komoly, úgyhogy erre tényleg oda kell figyelni. 2A Budapest irányában a Szőcs-Szőligeti lehajtó előtt az út mellett a mezőn áll egy régi zöld autó, egy a tetejére szerelt fura kamerával, viccesen gagyin néz ki, de biztos jól mér, Iki. Hogyha ez egyáltalán az. 0676450000, ez az SMS számunk, és ide jöhetnek a közlekedési információk. Maradunk az internetnél egy picit, illetve Facebooknál napok óta kering egy hír a 198-as buszon történt esetről. Sem megerősíteni, sem megcáfolni nem
nem tudjuk, tehát állítólagos, de... Az biztos, hogy van egy ilyen járat. Tehát annyit tudunk, ebben biztosak vagyunk, és vezeti, van sofőrje, ez is biztos. Ugye kijött most egy olyan parancsolat, hogy csak első ajtós felszállás van, és szerintem ez most már régebb óta is működik egy csomó helyen, például a távolsági buszon egész biztos. Európában is működik. Ez nagyon magas szintről jött? Tehát, hogy ez olyan parancs, mint a focit szeretni kell? Ez körülbelül, illetve még a 12, tehát, hogy ezeket tudnám odaadni hozzá. Az eset szerint egy 80 év körüli bottal közlekedő férfi szállt fel, és tőle kérte... Beült és elhajtott. Nem, már várjál ez már. Ez nem hír. Azt mondta, fölmegy egy bottal, beül, jó napot kívánok, bottal. Indulom. 80 éve pillanat. Hátradobta a botját és elhajtott. A buszsofőr jegyet, majd személyt követelt a 80 éves férfitól, és még önmagában ez se lenne baj, mert ugye igazolnod kell, hogy te jogosult vagy az utazásra. A, van jegyed, B, már nyugdíjas vagy, mert lehet, hogy ő egy jó karban lévő 80 éves bácsi volt, és nem látszott rajta az, hogy ő már ingyenesen használhatja a BKK járatát. A helyzet akkor az, végül is megdicsérte ezzel, nem? Hát nem. Kisfiam, tolt a személyedet? Hanem a hangnemmel volt baj, a beszámolók szerint. Le is zavarták a bácsit a buszról a végén, de hogy mindezt tették olyan hangnemben, ami nem idézhető. Aha. Ráadásul később kiderült, hogy a bácsi viszonylag jó formában van, mert egyébként a Shaolin Kolostor 32. apátja, és a bot nem azért volt nála, hogy a járását segítsük. Úgyhogy a BKK kivizsgálja a történteket, és az idős férfi ugyan nem jelentette az esetet, de ha ez valós, akkor megteszik a szükséges lépéseket. Hogy ugye mindig arról van szó, hogy ezeket a dolgokat lehet normál hangnemben is közölni az emberrel, hogy legyen abszolút olyan kedves, mutassa meg a személyét, mert nem biztos, hogy ön 80 éves. Legtöbbször egyébként ezzel van a probléma, tehát hogy oda mennek, vagy beleszólnak mondjuk a mikrofonba, hogy elnézést, legyen szíves megmutatni a személyigazolványát, mert túlságosan fitnek tetszik látszani. Nem hiszük el, hogy annyi idős, amit, tehát lehet ezt így is, meg úgy is lehet, hogy érted, hogy elkezdünk ki, és egyre magasabb hangon, vagy egyre nagyobb hangerővel, egyre erőtésebben, és aztán a végén már vén hülyével kezdi a mondatokat. Tata, mutassam ezt a... Ezért, és ugye? Az a baj, hogy ez elég sokszor előfordul. Félek, én voltam olyan buszjáraton, hogy nyilván ez nem minden buszsofőrre igaz, amit most elmondunk, tehát védjük meg a jó fejeket. Én voltam olyan buszjáraton, hogy vagy jó napja volt az illetőnek, vagy nem tudom, minden megállónál mondott valami vicceset. Konkrétan olyan hangulatban ment az a busz, hogy ott mindenkinek megcsinálta a napját. Nem dolgozik ott. Mindenkinek megcsinálta a napját ezzel, és vihog, tehát rendesen jó fej volt, de csak nem is az, hogy vicceket mondanak, a hanglejtése, a stílus, ahogy mondta ezeket a dolgokat, egyszerűen baromira megcsinálta mindenkinek a napját. És mondjuk lehetne azt, ha van nálunk egy mikrofon, ugye, mint ahogy most is, sok mindenre lehet használni, nem? Tehát akkor ne előttük is van egyet, kisebb a hallgatóság, de lehetnek jó fejek. Igen, de ez meg itt a másik véglet. Tehát, hogy az a baj, hogy a rossz fejeken, az időjeles rossz fejeken nem ezt kell számon kérni, hogy nem elég jó fejek, nem mesélnek vicceket, nem teszik emlékezetessé a reggelet. Ezt nem kell csinálni, ez nem tartozik bele. Hanem, hogy udvariatlanok, ellenszenvesek, agresszívek és sokszor bunkok. Igen, ha ez ilyen volt. Anna bejött a stúdióba, ennek mindig jelzés értéke van. Így van. Mi történt? Lezavartak a buszról? Nem zavartak le, de majdnem. Mutasd a szemedet? Mentem hazafelé Karinával, és csak az első ajtón van felszállás. Hát, de szálltak lefelé emberek, és hát annyi minden volt nálam, hogy fölmerészkedtem szállni a középső ajtón. És hát beszélt hozzám a lányom, nem igazán figyeltem, mi zajlik a buszon, és hallottam, hogy valamit mond a buszsofőr mikrofonba, de nem figyeltem oda, hogy mit. Következő mondat volt, hogy amíg nem jön előre megmutatni a bérletet, nem indulunk el. Na, de Karina csak korrekt, szövegetett, és nem mentem előre. Jó, hogy nem tudtad, hogy neked szól. Nem tudtam, hogy nekem szól. És akkor egyszer csak a kedves utastársak még nagyon néz, menjen már előre. Mondom, hogy miről van szó? Addig nem megyünk, amíg nem mutatja a bérletet, mondta megint a buszsofőr. Jó, lett belőle randi, vagy nem lett belőle randi? Nem lett belőle randi, Igen, néha az ember nem érzi túlzásnak azt jelenetet, nem tudom, emlékeztek rá, ugye a Holoszín, ezen a klasszikus film, hogy jön a medve, amikor Lár András ellenőrnek öltözve, egy punk ellenőrnek öltözve, végigmegy a buszon, és mindenkitől elkéri a jegyét, bérletet, de ebben a stílus, hogy jegyeket, bérleteket! És akkor megmutatja egy nő, rendja! Na ez nem volt meg ez a mondat nekem, de nagyon morcos volt. És mondtam, ne haragudjon, nem figyeltem, nem szállunk föl középen! Jó, elérted? Jó, mondom, ne haragudjon. Igen, annyira féltem, de komolyan. Igen, majdnem, ez benne volt a szemébe, láttam, hogy... És Karina is ott volt ráadásul. Ott volt karcos. Na, tessék, és akkor például a gyerek ebből az egészből mit vesz le? Hogy föl kell szállni az első ajtón, és megmutatni a jegyet. Hogy igazán van a pának, ez az anyja. Nem, az, hogy
Buszon nem dumálunk anyuval. Ne baj lesz. Igen, és szálljál fel az első ajtón. Azért hadáljak egy kicsit a buszsofőrök mellé. Eddig a buszsofőrnek az volt a feladata, hogy buszt vezessen. Ne álljál, mert a buszsofőr akadályozja a kilátást. Ne álljál mellé. De nem lát. Na most azt mondják, hogy ide figyelj, mostantól kezdve te fogod ellenőrizni a jegyeket, mert csak első ajtós felszállás van. Ő menne tovább, mert tudja, hogy késni fog, azért le fogják cseszni a bent is, plusz az utasok mérgesek lesznek, és igen. Mindezt miattad, Anna? Igen. Mindezt miattad, és Karina miatt. Én igen, csak ez munkaköri kötelessége. Én nekem hangnemmel volt a bajom. Nem. Így van, tök igen, ez a probléma, mert nekem például nagyon sok, nagyon kedves buszvezető ismerősöm van, villamosvezető, és nagyon sok udvarias sofőrrel találkozunk. Sőt, egyébként a kitelepülésükön az egyikükkel rendszeresen együtt is melózunk. Tehát még ilyen szinten is van nexus. Így van. Sőt, néha, igen, egymásra is fordulunk. Ilyen garázsmenetes autókon, ott utaztok, jól érzed magad, fönn van a lábad. De azt akarom mondani ezen, hogy itt az a van a gond, hogy nem lehet rossz kedvű attól, hogy neki az egyik munkakörű kötelességét teljesítenie kell. Ez picit olyan, mintha, mit tudom én, van nekünk egy játékunk, van nekünk valamilyen promóciós anyag, amit ide tesznek elénk, nekünk kutya kötelességünk beolvasni, és nem pedig az, hogy hát megint itt van egy ilyen nyomorult játék, de mondom a hülye kérdéseket. Szerintem másnak kicsit azért a dolog. Figyelj, a munkához tartozik, kötelessége, de el kell látnod. Eddig nem tartozott, és már 500-adjára mondtad el azt, amikor Anna fölszállt, az 500-adig. Oké, de ez egy szolgáltatás azért, tehát, hogy nekik illik egyszerűen az utazó közönséggel egy bizonyos szintet, egy bizonyos nexust megütniük, és nem az alá menni, mert lehet rossz napja mindenki. De érted, igaz, én most a Ferinek adok igazat, ne haragudj, kérnék egy szignált, hogy a Ferinek van igaza, jó? Te csak ez az 5000-est, amit ide csúsztattam. Na az jó, egy kockázat nélkül tudjátok egyébként védeni, mert egyébként én vagyok az egyetlen, aki előtt nem nyílt majd az ajtó hónapokig. Ott, ahol áll. Nézd, ott a vadon. Ott van a lázer romlott. Nem, nincs megálló. Neked a busznak mindenki a bal oldalán kell majd felszállnod. Fuss csak kis köcsög. Flexel. De hát figyelj, tényleg azon, hogy nyilván pakolják rájuk a feladatokat, és nem gondolom, hogy egy buszsofőrnek kevés feladata meg felelőssége lenne. Abóvó. Érted, hogy most mondasz, hogy a mikrofonban most mi történik, nagy baj nem lehet. Egy buszsofőrnek azért csinálhatóan dolgokat, ami miatt neki azért ez nagyobb felelősség, kellemetlen, stb. És akkor még ezt a nyakában azért, Ferikém, na most az van, hogy te most, ha valaki nem, és meglátom, hogy nem el... Bocsáss meg. Én Feri buszsofőre vagyok, Feri. Jóba, várjál, akkor... Igen? Érted, bárki. Tehát, hogy még ezt oda még ezt a nyakába vágták, és mondjuk tényleg az Anna volt a 23. aznap, aki ott téblábolt, és már 24. De mindenki másnak is lehet rossz napja azon a buszon. Ez érted? Így van. Tehát, ott ez így gyilkoljuk egymást a rossz napok miatt. 100 ember, és mint a 100 embernek adott esetben éppen aznap, mert mit tudom én, egy hétfő van, mert hétkezdet van, mert rosszul érzi magát, mert frontérzékeny, mert a munkahelyén ő is kapott például a nyakába valamit. Szóval ezer gondjuk lehet, tehát, hogy ez egy oda-vissza dolog, ami igaz a buszsofőrre, hogy neki esetleg rossz napja lehet, ugyanúgy lehet rossz napja például az Annának is. Mint ahogy szokott, és meg egy dolgot azért ne feledjünk el, tehát hogy ne legyen általánosítás ebből, nyilván ez most egy, ha tényleg így ez egy kiragadott dolog, példa. Igen, ez egy kiragadott példa, tehát ettől még lehetnek a többi persze, buszsofőr. Persze, ne, most tényleg ne léci, ne. Jó, mert Jani nem fog többet felszállni. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog. Viszont a gyümölcsöző, és hát most már hetek, de inkább hónapok óta kialakított fantasztikusan jó kapcsolatunkkal el tudtuk azt intézni, na, hogy itt van velünk ebben a pillanatban Vitézi Dávid, a BKK szérigazgatója. Jó reggelt, szia! Hello, Dávid! Jó reggelt, sziasztok! Nem tudom, hogy hallgattad az adást, mi elmondtuk, hogy egyrészt A, nem szeretnénk általánosítani, B, ugye ez az eset még nincs teljesen felderítve, tehát ez egy Facebookos bejegyzés, ami alapján elindultunk. Léptetek-e már az ügyben, esetlegesen megtaláltátok-e a bácsit? Még nem. Nagyon sokszor fordul az elő, sajnos egyébként, hogy a Facebookon megjelenik valamilyen hangzatos történet, megosztják több ezren, de soha ilyen észrevétel nem érkezik hivatalosan a BKK-hoz, és az ügyfél vagy nem is létezik, vagy a panaszert be se nyújtja. Még nem jutott haza busszal szegény, mert... Még esetleg igen, ez lehetett volna, de remélem, ez történt. Ezzel együtt nyilván figyeljük ezeket. Minden olyan esetben, amikor van benne annyi adat, hogy abból el lehet egyáltalán indulni, akkor ezt megtesszük. Ha a BKV vagy más szolgáltatóról van szó, akkor őket bevonjuk, és nyilván az adott garázs vezetője az, aki ilyenkor meghallgatja a járművezetőt. Én itt még arról nem tudok beszámolni, hogy ennek lenne valamilyen eredménye, hiszen talán két nappal ezelőtt kezdtük el ezt a témát feldolgozni, és még nem jutottunk el ide. Uh-huh. Éppen ezért nem tudom megmondani, hogy igaz a történet, hogy egyáltalán csirájában van-e benne igazság, vagy az egész csak egy kitaláció. Jó, jártunk már úgy azért, azt hozzá kell, hogy tegyem, jártunk már úgy, hogy a buszvezetőnek a, nem tudom,
elhagyott barátnője, vagy valamilyen magból, magánéleti, vagy másokból rá nehezszerű ember, nyilván fölírva a rendszámot és a pontos időpontot, írta nagyon hangosan. Tehát egy ilyen bosszú hadjárat. Figyelj csak, Dávid, mikortól van ez a rendelkezésetek, hogy, amit egyébként én magam pártolok, hogy igenis a buszvezetőnek legyen lehetősége megnézni a jegyeket, bérleteket, tehát ne kelljen az ellenőrre várni. Ez mikortól lett, hát kvázi kiadva parancsba, hogy ez nekik most már feladatuk? Ezt nagyon fokozatosan vezetjük be, lényegében azt mondom, hogy a hetente 2-3-4 járaton vezetjük ezt be, 2010-ben kezdtük el, már a 163 járaton van ez sajtos felszállási rend, tehát több mint a buszjáratoknak több mint felén. Nagyjából egyébként ez véget is fog itt érni, hiszen a 7-es buszom, vagy más nem mondjuk, a 4-es 6-os villamoson nyilván nem fogunk egy elsajtos felszállási rendet vezetni. Igen, az nehezen megoldható. De az összes olyan kertvárosi, külvárosi, kisebb forgalmú járaton, ahol ezt észszerűen meg lehet tenni a bevezetőt. Ami nagyon fontos, és sokan nem tudják, hogyha egyrészt aki babakocsi van, vagy ha alacsony padlós busz jön, kerekesszékkel szeretne felszállni, akkor nyilvánvalóan ezt megteheti a második ajtónál. Ilyenkor a járművezetőnek ebben segítenie kell, meg kell engednie, és nyilván jegyellenőrzést utólag kell megtenni. De hát ezt egyébként ők általában tudják, tehát az érintettek ezért tisztában vannak, nyilván a saját életüket is megkönnyítik azzal, hogy érdeklődnek ezek iránt a lehetőséget, meg ez nyílt titok, hogy a második ajtónál lehet felszállni. Engem viszont nagyon érdekelne az, hogy vannak-e olyan munkakörök a BKK-nál vagy BKV-nál, ahol külön kommunikációs tréningekkel képzik ki a munkaerőt. Tehát, hogy amikor felkészítik őket arra, hogy ők sokkal több emberrel találkoznak, sokkal több emberrel kommunikálnak, lásd például az ellenőrök. Nem igazán, ez probléma is, és ennek a megoldásán éppen dolgozunk. Ugye arról van szó, hogy rengeteg ember van front helyzetben, tehát ugye az összes járművezető, jegyellenőrök, így beszélünk körülbelül 7000 emberről, aki találkozik rendszeresen utasokkal. Őket tréningezni azért az nem egy olcsó mulatság, és nyilvánvalóan minket, BKV-t elképesztő nyomás alatt tart a sajtó, hogy mire és mikor és hogyan költjük a pénzt. És emiatt volt egy tartás sok-sok éven keresztül, illetve az elmúlt években mindenképpen a kollégáinkban, hogy ezt erre inkább nem költenek, mert nem fogja megérteni a nyilvánosság, és ebből komoly sajtóbotrány lesz. Szerintem ez pont megérteni, nem? Én is azt gondolom, hogy most azért sok olyan eset, főleg, hogy ugye a Facebook világában élünk, sokkal könnyebb blogokat írnak erről, bármilyen probléma van, vagy egy jegyellenőr bármilyen konfliktusba kerül az utasszalatból, kint vagyunk valamelyik hírportál címlapján, vagy éppen a címűsorotokba találjuk magunkat nagyon hamar. Tehát éppen ezért azt mondom, hogy nem lehet... Hát szabad már... nem lehet, hát a legnagyobb tisztelet nem. És kedvesség van a hangunkban mindig, amikor veled beszélünk. Hát... Abszolút, de nem. Tehát tényleg azt nem lehet ma már megtenni, azt gondolom, hogy ezeket egyrészt válasz nélkül hagyjuk ezeket az eseteket, másrésztről pedig fel kell készülni arra, hogy, és éppen ezek miatt, mert ezek az esetek ekkora nyilvánosságot kapnak, szerintem ma már az emberek is jobban elfogadnak, hogy bizony erre költeni kell, ha egy, nem tudom, a bármilyen olyan szolgáltatásról beszélünk, hogy mondjuk udvariasan viselkedik a legnehezebb helyzetben is a légiutas kísérő a repülőn, hogy egy ilyen példát mondjak. Nyilván ott is ezernyi tréning és képzés is egyébként. Hosszú távú, bocsánat, hogy a szabad a vágó, csak viszonylag kevés időnk van, és ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy a hosszú távú terveitek között például szerepelnek nyelvtanfolyamok, hogy beiratok egyes munkatársakat nyelvtanfolyamokra, hogy például ne forduljanak olyan esetek, ez természetesen csak fikció, hogy jegyeket, bérleteket, Mandéla, érted? Tehát, hogy tudjanak kommunikálni más nációk tagjaival is. Igen, tehát egyrésztről kommunikációs tréningeket is kezdünk, hogy röviden válaszoljak az előző kérdésre. Most már úgy veszünk föl pénztárosokat is, jegyellenőröket is, hogy kifejezett előny a nyelvtudás. Azért ugye sokan jelentkeznek egy ilyen álláshirdetésre. Azt tudjuk mondani, most már több mint a fele, akit felveszünk, olyan az legalább alapfokú angol nyelvtudással rendelkezik. Na, ez jó. És akik pedig állományban vannak és nem rendelkeznek, számukra most indítunk éppen egy nyelvi képzést, és el szeretnénk kérni, hogy azért néhány év alatt eljussunk, hogy mindenki, aki kint áll az utcán, vagy a járművön jegyellenőrizet találkozik az utasokkal, tudjon olyan szinten angolul, hogy az alapvető kommunikációt el tudja. Ez nagyon jó. Do you speak English? Yes. Kommunikációs képzésben tudunk nektek segíteni, és meg is tudjuk védeni adásban, hogy erre szükség van. Az Áronnak van, aki ma vendég műsorvezetünk, nagyon jó kommunikációs cég. Kicsit bedumáltalak érte. Ja, na kérde, én a Janira gyanakodtam, mert egyfolytában ez jön. Csak jött volna az... Dávid, kicsit még komoly a kérdés, hogy nyilván nem véletlen, hogy ennyi energiát fektettek ebbe, hogy az első ajtós felszállás és az ellenőrzés. Számszakilag mondj egy összeget nekünk, hogy mondjuk az elmúlt időszakban, az elmúlt évet tekintve, mekkora az az összeg, amit a blitzelők okoznak nektek kárként?
Körülbelül egy évben a blitzelők olyan 5 és 7 milliárd forint közötti kárt okoznak. Nagyon sokféle módon lehet ezt számolni, hiszen nincs erre exakt adat, de mindegyik körülbelül ilyen értéket hoz ki. De mondjak még két érdekes adatot. Az elsajtos felszállási rendbevezetése óta 360 ezer körüliről 310 ezerre visszaesett. Körülbelül 20%-kal vagy 15% fölött visszaesett a pótdíjazások száma. Tehát magyarul ennyivel kevesebbszer fordul olyan elő, hogy blitzelőt kapnak el az ellenőrök és pótdíjazzák. Nyilván azért, mert már föl sem tud szállni a járatot, tehát ezért inkább megveszi a jegyét és bérletét. Tehát az a cél, amit ezzel el szeretnénk kérni, hogy ne pótdíjazzunk és konfliktusba kerüljünk, hanem inkább vegye meg a jegyét, amit felszáll a buszra. Ez működik, ennek statisztikában látható eredményei vannak. Másrészt, amióta ezt a rendszert elkezdtük bevezetni, plusz még néhányat, ezt azért hozzáteszem, tehát amióta a közterületfelügyelőket bevontuk, a pénztárak nyitva tartását kiterjesztettük, és így tovább, azóta nagyon jelentősen több mint 3 milliárd forinttal nőtt meg a jegyárbevétele a budapesti tömegközlekedésnek, és ezt nyilván arra tudjuk költeni, hogy például megvegyük ezeket az alacsonypadlós buszokat, amik ugye forgalomba állnak, használt buszok, de ugye jó állapotú, korszerű járművek, hogy felújítsuk a meglévő buszparkot, és így tovább. De azt gondolom, hogy azért ez meghozta az eredményét, illetve az egész elsőhajtos felszállási rendnek van még két fontos értelme. Az egyik az az, hogy távol tartja a buszról azokat, akik nem tartják be a utazási feltételeket, zavarják a többi utast. Mert ott például megteheti a sofőr azt, hogy egy ittas állapotban lévő utast nem enged föl? Abszolút, abszolút. Tehát az utazási feltételek betartásáért, betartatásáért is felel, amikor elsajtos felszállás. Vagy lefekteti, vagy savanyú káposztával. Igen, kicsit gyógykezeli, ez az egyik, igen. A másik micsoda, amit mondani akartál még előnként? Az, hogy az elektronikus jegyrendszerre is ez rávezet, hiszen ott az lesz, hogy az embernek van egy csipkártya a zsebében, mondjuk 2016-ban, felszáll a buszra, és akkor ez sokkal gyorsabb lesz, mert nem mutogatni kell, és a sofőrnek nem olvasgatni kell, hogy most akkor rá van írva az igazolvány száma. Az ember oda tartja a kártyáját, ha a zöld fény kigyullad, mehet, ha a piros, akkor pedig nem mehet. Ilyen egyszerű, ha meg nem tartod a semmit, nyilván akkor, akkor sem meg mehet. Nem mehet. Ez tényleg csodás szép világ lesz. Abból a pénzből, amit így megtakarítotok, illetve bevételként befolyik, azok a sofőrök, akik most már első ajtós felszállást bonyolítanak, bemondják, hogy legyen kedves az első ajtó felszállni, és ellenőrzőnek, kapnak plusz pénzt. Mert ugye az ő munkakörük bővült. Így közvetlenül nem, viszont azért kapnak, hogyha eladnak jegyetemi jutalékot. És ugye általában az elsőhajtós buszokon azért elég jelentős jegyértékesítés van, hiszen azért sokan vannak, akik oda kerülnek, hogy nincs náluk jegy, felszállnának, nem tudnak blitzelni, és akkor megveszik a jegyet a járművezetőtől. Sokszor kérdezik tőlünk, hogy miért kerül többe a járművezetőnél 100 forinttal, mint ha megveszi az ember a pénztárba. Dávid, ja, bocsáss meg, parancsolj. Egyrészt azért, hogy ne szoktassuk rá az embereket, hogy mindenki a buszon vegyen jegyet. Másrészt pedig azért, mert ennek a többletnek a jelentős része az a buszvezetői, ezzel van arra motiválva, hogy ellenőrizne jegyet, és ha blitzelőt lát, akkor inkább adjon el neki jegyet. Dávid, nagyon szépen köszönjük, mi is elmondtuk, amit akartunk, te is elmondhatod azt, amit akartál, úgyhogy ne felejtsd, Kovács, Kovács BT, kommunikációs tréning, illetve műsorvezetés, Rákóczi BT. És harcművészetet is tanulunk. Köszönjük szépen, Vitézi Dávid a BKK vezérigazgatója, rendelkezésünkre álltál, további dinamikus előrehaladás. Szevasz, 2 perccel múlt el 8:30, a hírek után jövünk vissza. Ez itt a Morning Show. 3:49 van, jó reggelt, szevasztok, Kovács Áron, és a Taps még mindig velünk. Wow. Mert bennünket bemondanak, tudod, de téged nem, és akkor ezt így próbáljuk kompenzálni. Ezt értetlen, hogy az ünneplést is meg lehet szokni. Tehát az elsőnél fülig ért a szám, most már úgy érzem, hogy jár nekem ez a Taps, pedig csak kétszer hangzott el ma. Hát ez se rossz, ez se rossz. És akkor ebből építkezünk. Ez egy kicsit olyan henkipenkisebb, ez mi? Jó, de ez kis taps. Saját gyűjtés. Húzd fel a gatyád, mert megfázol. Fölmerült veled kapcsolatosan, amikor kitaláltuk, hogy te gyere a műsorba néhány kollégánál, akik ugye nem szoktak veled találkozni, mert te hétvégén jársz dolgozni. Hogy miért te tisztíget senkisebb a kollégák közé. Egyrészt, hogy miért te, de a másik ennél sokkal fontosabb. Nem értem. Tudsz-e nekünk valamit segíteni az abban a dologban, hogy a hétvégi sorsoláson beljebb legyünk. Hogy a viharban-e? Hát ugyanúgy be kell először fektetni. Tehát venni kell szelvényt. Nem, nálam kell befektetni, és akkor én garantálom azt, hogy lesz húzás. Marhára nem értik egyébként. Tehát, hogy olyan régóta vagy már Mr. Luxor, hogy egyszerűen nem értjük, hogy mit szúrtál el. Hogy lehet, hogy még dolgozol? Hogy lehet, hogy még itt vagy? Igen, hogy lehet, hogy még ebben az országban élsz? Ha te nem tudod a sztorit, akkor nem ki? Tudja senki. Érted? Nem értem. Mi van? Hogy te ott állsz a tűz közelben, tehát vagy egy lottó 5-öst, vagy egy 6-os lottó 6-ost, vagy egy
teli találatos Luxort. Hát nem igaz, hogy ha valaki, akkor te el nem tudom lejátszani magam. Hát nem láttad, milyen kocsival jöttem. Ez mondjuk igaz. Na látod, de akkor meg nem beszél butaságot. Meg benne van a szerződésében, hogy csak 30 év múlva kezdhet el költekezni. Ti Áron, te mindent tudsz, nem tudjuk kisokozni a dolgot. Sajnos így fel kell fednünk előtte a titkokat, de 30 év múlva jó, akkor elkezdhetsz költekezni, akkor vagy vehetsz magadnak ezt, aztán azt hát bárcsak így menne, nem. Hát ez egy abszolút tiszta dolog, ez egy jó kitalált rendszer. Tehát mindenki meg akarja hackelni, meg mindenki arra kíváncsi, hogy akkor hol van itt benne a turpiság, egy jó kitalált rendszert, egyrészt nem lehet meghackelni, másrészt meg nincs benne a turpiság. Tehát miért nem hisszük el azt, hogy van egy olyan rendszer, ami mert még sosem nyertünk a Janival ötöst, ja, tudod? Ez mondjuk ezért szomorú, egyrészt felháborító. Mondjuk én szelvényt sem vettem. De ja, így mondjuk. Igen, okay. Figyelj, most, ha én ott műsorvezető lehetnék egyszer az életemben. Már megint üzenget. Nem, most nem, ne, Isten mencs. Már megint nem akarom, nem akarom elvenni. Hát van az a bárán, hát megáll az ezt. Nem akarom elvenni a kenyerét. 2,8 milliárd most valami ilyesmi, ugye? 8-8-8. Hát azért az én fejemben csak megfordulna, hogy mit lehet csinálni. Nekem hát nem mondja senki, hogyha bárki a helyedbe lenne Áron, hogy ott nincs valami kis lehetőség. Én a én a saját helyemben vagyok, és biztos állítottam, hogy ezenben nem jut ilyennel, hogy most komolyan nem. Mert most komolyan, hát nyilván, mert te ott vagy a színpadon, ott vannak a meleg golyók is, de hogy egyébként, ha mit tudom én, hidegebb az egyik golyó, vagy ilyesmi, azt szokták mondani, hogy ez lehet. Jani, figyelj, akkor nagyon erről most akkor lerántanám a lepletről a bar. Ilyen baromságot, mint a hűtött golyó, én meg az életemben nem hallottam. De miért? Ez egy akkora hülyeség. Na, hűtik a golyókat. Látod, nem meleg, hideg. Figyelj, nem meleg, hideg. Lebukott, mindenki megvan. Képzeljen el egy rácsos gömböt, amiben benne van 90 darab golyó, és ott áll előtte a málka, belenyúl, és kivesz egyet. Hát nem, azt látod, hogy betúrja magát, válik a kerékbe, és egyesével megfogtos, hogy na most nem, pillanat, húzom, egy pillanat. Terel, én tudom, régebben a tessék, csak két golyó van, tessék, fogd meg a hideget. Na, régebben a melegített keresed. Golyók voltak, és akkor lehetett is látni, amikor a lány benyúlt, hogy 45 golyó anyádat. Ez egy baromság, ez egy akkora hülyeség, hogy az ember nem ott még. De miért lenne? 90 mert nem golyi... keresi. Orvos! De ne, ott a 90 golyó, érted? Az 5 golyót megfelelő helyekre elhelyezed. Nem helyezd el, megpörgetik azt meg, de várjál. Na, tessék. Hát az úgy van, hogy ezek mágneses golyók, tehát összetart. Ha megfigyeled, én ezt megnéztem a múlt, pont a mágneses múlt héten. Golyók. Mondom neked, volt megfigyeltem a múlt héten, hogy tekertétek, hogy így szinte tömbként mozog az egész. Nincs az a nagyon nagy kavarodás. Tehát Julika, amikor odáll húzni, akkor már tudja, vagy a málka, hogy körülbelül hova kell benyúlni. Mert ragasztott fémkörmökkel nyúl bele. És odaráncsák a mágnes. Oda ráncsák. Na ez van. Ragasztok fémköröm, és benne van a 5 számba van. Benne van a izé a vas. Az. Benne van. Benne a vas. A vas van benne, és oda megy. A vas benne van. Így van. Igen. Hát figyeljetek, nem tudom. Ez mondjuk lehet benne valami, mert csípőprotézise például tilos odaállni a gép elé. Tehát ennyi. Lehet, azonnal oda. Ne, semmi, gyerekek. Ez egyszer, ez egy jó kitalált a márka, szisztéma. Ahogy megbeszéltük, semmit nem mondasz, nem is tudsz. Addig nevedet... ki nem húzod a kezedet, amíg a hideg golyót meg nem aztán találod. Aztán megköszönöd a közjegyzőnek, a közjegyző mindent rendben fog találni. Itt nem lesz hiba. Ja, Istenem. Na, akkor ott van mi a gépi sorsol. Mert ez ugye a kézi sorsolásról beszél. Ez a kézinél kizárt, tehát abszolút kizárt. Ott állok mellette. Most árultad el magad. A gépinél menjünk viszont... Menjünk a gépihez. Hát menjünk a gépihez. Azt mondom, hogy ezt tudjuk. Na, a kézi nem szívesen tovább. Beszélsz, hiszen te is szoktad. De én ne, tehát... Szereti a kézi na, igen, tehát kézi, oké. Okay. És valaki úgy csinál a kézi munkát, mint a gép. Na, az a legjobb. Na, tehát igen? Gépi sorsolás. Most melyik van ez a fölfújja egy ilyen izével? Most melyik a gépi sorsolás? Az most hogy néz ki? De jót kérdezel. Mi? Annyira el vagyok foglalva a műsorvezetői teendőmmel, hogy most fogalm nincs. Hát valami ott kitolja egy az, ilyen rúd. Na, az rúd. SMS kapták közben. De... Várjál, mindjárt még nézem, hogy mi van. A főnök mondjam, nem szabad. Figyelj, vezérigazgató. Most, hogy majd... Figyelj, Orsi is benne van a mafiában? De, Orsit kizárták szerintem. Orsi meg van vezetve. Neki ugyanezeket mondja el, mint most nekünk. Ott a gép. Igen, ott a gép. Van egy ilyen pöcök, ami kitolja a golyók közül a megfelelőt. A megfelelőt. Hogy? Igen? Vákum. Hát vákum segítségével. Nem. Mágneses pöcök vasgolyó. Nem. A legegyszerűbb. Egyébként az is igaz. Tessék. Na? Ha? Most az a kérdés, hogy láttam-e mágneses pöcköt, vagy vasgolyót a magében? Én nem láttam, de nem zárunk ki a lehetőség, hogy van benne vas. Amikor a henger, vagy a gömb másik oldaláról cirka
70 centiről megindul egy golyó a pöcök felé. Azt aha, láttad már, az nem? Hogy lehet? Hogy lehet másképp? Amikor oda sippancsa. A mágneset. Na, ez így. Vagy a mágneset. Igen? A vasat. Elektromos a gép, ugye? A sorsológép elektromos. Azt láttam, hogy van benne tehát kábel. Tehát nem is sima mágnes, hanem elektromágnes. Érted? Az behúz. Adott pillanatban tudod behúzni a golyót vele. Igen. Ennyi. Ha valaki be tudja húzni a golyót egyébként, ez egy harcművészeti mutatvány is tud lenni. Vagy most nem, még hol tartunk most ebben a pillanatban? Hogy végre áruld el, hogy mit csinálunk rosszul a Janival. Ti mit csináltok rosszul? Hát most ezt a komplett morgénsóval kapcsolatban kéne kifejtenem, akkor egy hosszú most lenne. Semmit nem csináltok rosszul. Találgassatok továbbra is szerintem nyugodtan. Írd ide a számokat a papírra. Már mondom is. Az ötös. Leírom ezt az öt számot, jó? És ha nem ez... Most... De írd már le öt számot, megtesszük. Na, írd le, tényleg, írd le. De ne ilyen születési... Nem most nyerjem meg az ötest, könyörgöm, mert senki nem mosol le róla. Gyerünk, írd le az öt számot. De az ehetieket, na a jövő ehetieket, na, hogy összezavarod. Figyelj, innen a monitorról, jó? Ne, van itt írd egy... le öt számot, kérlek. Egy jó. És 90 között. Jó, tessék. Ugye 90-ig van. Már írom is. Na. Most ilyen arszámokat életemben direkt nem rossz számokat még. Írok, mert milyen közel írom egymáshoz. Persze. Mert... Jó. A másik végéről is azért valami. Jó, tessék itt a másik végéről. Elmondjuk, hogy milyen számokat... Nem, tehát, nem, mert nem akkor megteszik el. A hallgatók is, ne, hiszen te vagy ne, a tuti. Én azt akarom, hogy legyen ebben az országban 2 millió 5-ös. A 9-est, a 17-est, a 19-est, a 63-ast és a 88-ast írta föl. Igen. A biztonság kedvéért megteszem majd a 8-ast, a 16-ast, a 18-ast, a 62-est, a 8-ast és a melletti lévőt. Fibonicsi sorozat, tehát hogyha azt kivonod és négyzetre emel, akkor lesznek meg az ő. Figyeljetek, tegyétek meg a biztonság kedvéért a 6-ost is, mert ha megfordítom a 9-est az az, és a 88 maradhat még. Jó, köszönjük, ezt meg fogjuk tenni, jövő héten pedig beszámolunk róla. Tegyétek. Most azonban egy biztosabb nyeremény van kilátásban méghozzá Gábornak. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, Gábor! Szervusztok! Célja van annak, hogy te hármas ugrásra jelentkeztél, illetve hát mindenkinek, aki jelentkezik, nyilván célja van, hogy megnyerjen. Van-e nálad mágneses golyó? Ez az első kérdés. Nem, mágneses pöcök vasgolyó van. Bocsánat, van-e pöcköd mágneses? Csak hogy ne, mert a játék tisztasága, úgy tudom, hogy ez fontos, hogy tilos, hogy mágneses pöcök legyen bárkinél, aki játszik. Így. Van nálad? Nincs nálam. Közeledben pöcök? Nincsen pötök, maximum a lábam között. Szóval egyedül élsz. Jó, oké. Okay. Nem egyedül él, van barátnője, mert ezt írta Gábor, hogy névnapja lesz, és szatyrot szeretnék nyerni neki. Van benne szatyor. Szerintem szatyor. És ha megvan a szatyor, Gábor, akkor megállsz? Hát majd azért megkérdezem, hogy mi lesz a következő. Igen, kérdés. Attól függ, hogy piacnap van-e. Szerda, szombat, amikor érkezik a csomag, akkor már viszitek is. Akkor az első ajándékunk nyakba akasztó lesz, ezért jön a kérdés. Na. Ki az énekese a Káosz Központ nevű zenekar? Figyelj! Igen? Ha ezt nem semmi. Tudod... Az elsőt lecseréltem gyors. Itt ül a stúdióban. Szerintem Kovács Áron. Oh, hey! Gyönyörű! Gyönyörű! Megvan a nyakba akasztó. Kérdezz meg, hogy mikor van a következő koncert, és ha nem tudja, akkor én bemondom a jó választ, jó? Mikor és hol? Jöjjön a második kérdés, azért jár a szatyor. A klasszikus. Rendben, jöhet. Ki az a népszerű és ismert közéleti személyiség, aki a utána kiabálsz az utcán, hogy Mr. Luxor hátrafordul? Húha! Szerintem lehet, hogy aki mellettetek ül, Kovács Áron. Nagyon dübereksz! Mered-e vállalni a harmadik kérdést? Remélem bögre. Hasonló lesz, mint az eddigi kettő. Ki az, akkor... akit rajta kaptak a Klassz FM WC-ben a takarító nővel? Már várok én kérdéseket. Nem én vagyok. De várjál, akarod, akkor mehet a harmadik? Menjen a harmadik. Jó, akkor bögréért így szól a harmadik kérdés. A Klassz FM népszerű műsorvezetői közül kinek a keresztneve emlékeztet kísértetiesen Tamási Áron keresztnevén? Szerintem Kovács Áron. Hey, és tudta! Na, de jó. Én nem tudok ellene menni. Király, maradt három kérdésem volna. Annyira szép játék volt, Gábor, hogy ezt nem is tudunk mit mondani rá. Megvan az ajándékcsomag, megvan a nyakbaakasztó, megvan az általad oly hőn állított szatyor, Klassz FM-es, és megvan a bögre is a Morning Show. Rendben van, és remélem Áron is dedikálja majd. Természetesen, ne vicc, ezek után. Hát, gratulálok.
Hihetetlen. Éreztem az elején egy kis megingást, de aztán nagyon szépen felrántottad az elejét. Hihetetlenül fel vagy készülve áromból. Egyszer én érnék el erre a színre, valaki belőle ennyi mindent tudjon. Gábor, köszönjük, szevasz! Köszönöm szépen! Ez volt a Hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre! 3 perc múlva 9 óra jövünk vissza a hírek után. És Kovács Áron! Hey! Hello! Los Angeles! Sziasztok! Próbálom feldolgozni Los Angeles. Ne, nincs meg a Fort Verlin nyitó mondata, ne idegesíts, Feri. Én nem vagyok ilyen nagy filmes. Nem én vagy mindig, nagy filmes. Mindig nagyon nagy tisztelettel tekintek a két kollégámra. Így van, elkezdenek. Én tudtam, miről beszélsz, csak direkt nem reagáltam, hogy megalázzalak. Kötélhágcson és üvölt, hogy hello Los Angeles! Aha, így kezdődik. Pedig így. Azt még láttam is. Bizony. És az Andrew Dice Clay, akinek annak a főszereplője, most újra valami filmben feltűnik. És ugye ő azt csinálta, és azóta se semmit, azt hiszem, vagy legalábbis említése méltó nem történt, aha, pedig micsoda karakter Fort Verlin, és hát abba hagyta a csúcson majdnem, de most valamivel visszajön. Az a baj, nem emlékszem, hogy mondjuk nekem a legnagyobb antrém, amire emlékszem, most már reklámozhatjuk őket, mert sajnos nincsenek, mert egyébként mi is örülnénk neki, hogyha lennének, mert lenne egy jó konkurenciánk, de annak idején Erdély Sanyi Rocker Zsolti bejövett el egyszer egy kitelepülésre, egy slágeres kitelepülésre, helikopterrel hozták, lerakták, és Sanyi oda ment a mikrofonhoz. Lekapta az állványra és belőtött. Szevasztok, köcsögök! És mindenki. Hát de ez, ez abszolút... Ez azért. Én, ha már a kártel szóba került, mert a kártel koncerteken ugyanez van, tehát áll a, vagy legalábbis még a korai kártel koncerteken így volt, áll ugye a gangsta Zoli, és elmesél mindent a nőkről, amit igazából nem annyira akarsz, szeretünk, nem. Meg ami a nőkre nézve kellemetlen, tehát agyon vannak gyalázva, és azt látod, hogy az első 5 sorban állnak a lányok, és üvöltik a szöveget vissza, ugyanazt saját magukról, tehát az én mekkora állat vagyok, és hát tudod, ez valakire bejön, valakinél nem, én elképzelem, amikor én valószínűleg az első fél mondatnál kapnék egy akkora pofont, hogy lerepülnek a szépen a Zolinál, meg mindegy. Ez az, de ott csápoltak saját maguk ellen a lányok. Maci Laci van velünk a vonalban. Hello, szevasz! Hello, sziasztok! Mi a közlekedési info? És egy olyan hírem lenne, hogy a kb. 4 óra vezetettem az Őrsnél el a metrónál. Aha, Őrs metró. Igen, és a Árkádnál Sárgávillanak a jelzőlemezre, egy rendőrvált irányított nagyon szorgalmasan a forgalmat. De halad? Tehát jól csinálja? Vagy halad, meg... halad is, de nagyon nagy torlódás van a Gyakor utca felé. Uh-huh. Rendben, köszönjük. Az utcától az Őrs felé van egy torlódás, de amúgy egy pár perces. De át lehet jutni, ez a lényeg, van rendőri irányítás. Álingult, igen, de úgy rendesen dolgozik a rendőrbácsi. Jó, Maci Laci, úgy érzem, nincs ebbe több a hírt, elmondtad. Köszönjük szépen. Mondanám még azt is, hogy a Asztóriánál egy kb. 5-10 percet volt egy kiskot, és a Ferenc tereimet Lutagánon áll két autózatot egyetkednek. És amúgy mi újság? Mi van veletek? Mi újság van még? Semmi. Na, semmi. Hogy vagy? Balázs. Jól telik? Balázs, figyelj. Mondjad. Van egy 8-es kisebb személynek a kedvence. Hogyan lehetne ilyen dedikált valamit rendelni tőletek? Balázstól. Utaznod kell hozzám most, de megéri. Meg kell nyerni. Ez az egyetlen egy módja sajnos. Előbb egy kis javítva, hogy Balázs neki a kedvenc. Jaj, de jó. Rendben van minden? Sok unglak egyébként. Jól van. Vigyázz magadra. Jó, csak egy van belőle. Okay. Igen, köszönöm szépen. Köszi, mi is köszönjük az infót, szevasz, Maci Laci. A közérdek az közérdek, hát ez a fontos dolog. De neki nem tűnt föl, hogy te nem a Balázs vagy? Nem. Ennyire jó a vagy. A kedvenc történetem Balázsral kapcsolatban, mert van ilyen, hogy tudjátok, hogy szoktak így kamerás mobilképet kéregetni az embertől különböző események után, és ott elkapott engem egy kislány, aki éppen ilyen serdülő korban volt, és tudjátok, ilyenkor a mirigyek azért termelődnek, és hát volt egy ilyen kis kellemes buké a kisasszonynak. Szakadj már le a térdemről. És akkor nem, és akkor így átkorolt engem, mondom, ilyen kamaszlány volt, és akkor vele szemben pedig a nagymamája állt egy kamerás mobillal. És akkor tudod, beálltunk pózba, átkoroltam a lányt, akkor éreztem, igen, hogy tulajdonképpen a kamasz korának ő még ebben a fázisában van, de hát nyilván az ember azért természetesen jó pofát vág hozzá, és vele szemben ugye a nagymama pedig bűvölte a mobiltelefont, és annyira hosszú időt telt már el, hogy a lánynak volt már kellemetlen. Tehát, hogy én nekem egy pirosodott a fejem, meg tudod, kezdtek így már az oxigén hiány jelei mutatkozni, tehát tényleg ilyen ugye a keszon betegség állapotában álltam, és már neki volt kellemetlen, és mondta, hogy mama, hát
csináld már azt a fényképet, mire az anyuka, várjál már, kislányom, nem látom benne a Balást. És akkor mondtam, hogy drága, utolsó oxigén, arra használtam el, hogy mondtam neki, hogy drága mama, ha őrá várunk, akkor itt döglöm meg. Sose lesz kép. Hát, tessék elsütni, igen, úgyhogy már kevertek össze Balázsjal is, igen. 84-es Árvári elkerülőn papucsosok várják a kollégákat. Petyus, mindkét rakparta belváros felé, kuka, kitartás, innen szép nyerni ezt. Viszk is írta, M352-es kilométer, Miskolc felé rendőrautóból mérnek, M702-es lefelé, tehát a határ felé trafi. Így állunk, 0676400000 az SMS számunk, írhattok még nekünk. Nagyon jó hírem van. Na mesélj. Nagyon óriási. Hát amikor iskolás az ember, akkor kétféle hozzáállása van egyébként, mind a sulihoz, mind a tanárokhoz, mind a felszerelési tárgyakhoz. Egy, hogy gyűlölöd az egészet, és valahol máshol szeretnél lenni, de van egy kis halmaz, tehát egy kisebb számszakilag kisebb tömeg, aki viszont szereti. Aki viszont várja, aki már augusztus végén, amikor jön a tankönyv csomag, amikor már akarják a tankönyvet, hogy látják, akkor már belelapoz, érted? Mekkora ez a halma? A két halmaz közti különbséget tudnád érzékeltetni? 5%, 95% szerintem körülbelül. Túlzó szerintem, de igen. De megvan. Megvan ez az 5%. Okay. Belelapozol például a nagy zöld könyvben, matekboltól, hogy milyen feladatok lesznek majd az idén. Már fölütöd a földrajzkönyvedet, hogy micsoda tájakon fogunk majd járni képzeletben a tanárnővel, micsoda domborzati viszonyokat fogunk megismerni. Tényleg, bocsánat, tudom, hogy mit akar, hova akarsz kiukadni, csak megakasztanak direkt. Tehát a szöveges példák azok haladnak a korral. Tehát van olyan, hogy mert a zöld könyv van, hogy most már mit tudom én, igen. Ha van két iPhone-od, és aznak igen, a Facebookon bejön két SMS, de azt megoszt, van ilyen? Frissítik? Persze, frissítik. Csak hogy értsék a diákok, mert régen mi medence, belógó csövek, ennyi víz folyik le, de most már gondolom, akkor ez nem megy. Most a jacuzzi van benne, meg... Hogyha a jacuzzi egy perc alatt ennyi buborékot bocsájt ki, akkor három jacuzzi fél perc alatt mennyi. És ez egy szakma írni a szöveges példát? Aha, erre van. Ez már, ez így fejlődnek ezek dolgok, amíg régen volt ez a négy himlős, most az már van, hogy mit tudom én, négy hepatitis C. És kérdezik az írókat, mikor összejönnek a brainstormingra, és ott ülnek. Figyelj, én elvinném egy ilyen valami irányba ezt a dolgot, hogy mi lenne, hogyha... Majd modernebb. Igen, hogy egy kicsit vigyük el valami kicsit, de legyen benne egy kis kultúra, színház, ilyesmi, tehát hogyha két színész hollywoodi, tehát nagyon izgalmas feladat lehet. Brad Pitt és Angelina Jolie nevelt gyerekeinek számát, elosztjuk az így, igaziak, igen, csodálatos lehet. Na, vissza az alaptézishez. Bocsánat. Tehát ugye megnézik a könyveket, és megnézik például az irodalom könyvet is. Ha jelen esetben a mi kis alanyunk, aki érdeklődik a könyve iránt, tizedikes, akkor az irodalom 10 feliratú tankönyvön egy igen érdekes illusztrációt talál. Ugye most már direkt, vagy most már divat az, hogy különböző borítóval mutasd, kemény borítóval mutasd, adják ki most már nagyon kíváncsi a könyveket. Vagyok. Egy tanár hívta fel a figyelmet arra, hogy a 10-es irodalom könyv borítóján van valami. A 10-es, ott hány évesek? A 10-es az, hát az középiskola, várja, második. Az más, tehát 16 évesek. Aha. Az irodalom 10, Petőné Nagy Csillának köszönjük szépen, ez egyébként értékes belső tartalmat, azt ő írta, a külséről nem ő tehet, egy deszkakerítés részlete látható. Na mutasd meg azt a deszkakerítés részlete látható. Hát vékony deszka. De... Nem, ez vastag deszka, három deszka, és a deszkák közepén... Igen? Pedig hát valami. Hát igen. Le van kopva. Le van kopva, de a te szemed van lekopva, ha drága van barátom, egy... azt hát nem látod. Le van kopva. Nem, oda belevéstek valamit. Ja, de van vés. Egy ifjú fafaragom művész, a népművészet ifjú mestere. Vésett egy. És nem faszénceruzát használt, ha jól látom. Azt nem használt. De gyerekek, benne ez... volt a minta. Ha így alakul. Ez konkrétan egy felfelé álló, hát megduzzadt. Mutasd meg. Ez nem egy fura göcsört? Hát ugye, a természet tud vicces dolgokat produkálni, de ez nem az. Hát konkrétan megvan a két Here és a dolgozó is ki van szépen faragva. Az az érdekes egyébként ebbe a dologba, illetve azért nem lenne egyébként ez ilyen nagy kuriózum, hogyha esetleg valami más is lenne ezen a deszkakerítésen. Akkor ugye nem lenne ennyire szembe. Tűnő. A kuriózum szót most tulajdonképpen milyen nem kontextusban hoztad ide? Ha ez egy teljesen összes kedves hallgatók, kicsit virágnyelven beszélünk erről, de ugye ez egy, mondd, egy, kimond, egy broki van egy broki, a tizedikes könyvön. Várjad, de forgatgatom ilyen át a más értelmet nyert. Nem lesz belőle repülőgép. Nem. Ebből igen, és azt lesz. Kell mondjam, azért ez nem egy ilyen rosár teszt most, ahogy jobban megnézem, tehát más nem nagyon tudok belőle kiolvasni. Na most azért felülne... Ha megfordított esetleg egy logóórú ember. Felülne a kedves figyelmeteket arra a mosolygós, félrefordított baseball sapkás fiatalemberre, aki a könyvnek a bal alsó sarkában van. Na most
Én nagyon, fluortomi gyerekkorában. Én nagyon magabiztos mosolyt látok az arcán. Most itt vagy arról van szó, hogy ő volt az, aki ő a népművészeti ifjúmestere, aki felfaragta, vagy pedig ő volt az, aki modellt állt. De mind a két esetben büszke lehet. Nagyon magára. Boldog és büszke. De az is érdekes egyébként, hogyha most elvonatkoztuk arról, hogy most tényleg itt a pávadíjas fafaragó művész tényleg a, tulajdonképpen egy szervet, ugye be. Mit keres az irodalomkönyvön a deszka motívum? Tehát, hogy ott hogy találkozik az irodalom és a deszka kerítés? Tehát, hogy ez egy ilyen, nem tudom, egy elefántcsontorony, amit fakerítéssel körülvettünk, és a belelapozó majd bekerül. Valami szinoníma. Vagy mi a fakerítés? Hát igen, valaminek tehát, a szinonímája. Azt kellene megtalálnunk, hogy minek. A szimbólumra gondolsz egyébként, de minden. Nem, a kocsi színre. Mit szimbolizál szerinted a deszkakerítés az irodalom könyvön? Szerintem nem kell ezt túl gondolni. Valaki ment, fotózott egyet, meglátta, el lehetett oda jó pénzét suvasztani. Jó, azért erről eszembe jut egy érdekes dolog, ez még a 8. általános iskolás történet volt, amikor volt nekünk egy Dóra nevű tanárnőnk, nagyon fiatal volt, és basszusgitározott a Moraliza zenekarban egyébként, és vitt koncertre, ott csápoltunk 14-esen, és ő biológia tanár volt, igen. Ők a zenekar voltak. Női cuccokban. Nem, ők nők voltak. Ne téveszem meg. Te, azért, mert egy nőn tehát valakin szoknya van, még lehet, hogy én nő. Azt hittem, ezt hogy ők férfiak, nekem, női cuccokban. Nem biztos, hogy az Irigy Hónaj Mirigyet látod, azért, mert szoknya van valakin. Tehát a lényeg az, hogy bejött hozzánk, és azt mondta, hogy jó, akkor volt-e nekünk felvilágosító óránk? Hát persze mondtuk, hogy nem. És a 8. 13 évesek voltunk. Mondjuk azt, hogy nem. Mondjuk azt, hogy nem volt. Az, hogy jó, akkor a következő biológiának ezt megtesszük. És akkor bejött, nagyon csinos nő volt egyébként. Belerakta az írásvetítőt, megfogta a könyvet, kinyitotta valahol, nem láttuk, hogy hol, rátette az írásvetítőre, még nem kapcsolta be, és azt mondta, hogy gyerekek, ha valaki röhögni merészel, és elindul egy ilyen ízetlen poénkodás, akkor az egészet abba hagyjuk, és felelünk, mit tudom én, a sejtosztódás, sejtmag és ilyenekből. Ott ültünk halálra rémülten, tudod, 13 évesen. Mi lehet ez? Majd bekapcsolt az írásvetítőt, és a szemközti, a terem, ugye, falán, nagy fehér hufehér falán megjelent egy 4 méteres bráner, de egy ilyen egetföldet beborító, hatalmas... Egyrészt nevezzük, nem én, és ott egyszer sokkot kapva ott ültet a 30-13 éves gyerek, hogy ekkorát még a büdös életet, az egész falat beborította, és onnantól hát elszabadítottuk. Hát nem tudtuk vissza. Mert na és erre megyek én haza minden este. Érted, csak ez van. És hát a felvilágosító óránk tulajdonképpen az első momentumánál. Hát végül is ez ugyanez kicsiben ez az irodalom. Hogy itt nem a méret a lényeg, lehet, hogy ez szimbolizálja, nem. Na de, visszatérve a 10. irodalomkönyvre, azért ez egy elég komoly lukrafutás, azért valljuk be őszintén. Hát luk még nincs is, de a belevaló az már megvan, tehát hogy ez azért átment egy pár ember kezén, tudod, ebben ez a döbbenet, mert hogyha ez tudatos, hogy tegyünk már valami... Már ezt hogy érted átvitt értelemben nyilván? Teljesen átvitt értelemben, azért itt kellett lenni egy fotósnak, kellett lenni, aki ezt a képet elfogadta, kellett lenni egy tervezőnek, aki ezt megrajzolta, egy tipográfusnak, akivel betűket ott megcsinálgatta, kellett lenni egy nyomdásznak, egy szedőn, érted? Szerintem higgyük el, hogy ez a dolog véletlenül történt. Nem lehet, hogy azért van a borítón, hogy az az üzenet, hogy ne pöcsölj, olvas. És akkor így, ez na, túl, tessék, túl itt lapozom. Van. Egyébként ez jó. Nem? Tehát, hogy mit izé? Itt van a szinkópia, amire gondolsz. Más értelmet nem tudok benne. Na, mert van egyébként olyan eset, amikor valaki direkt csinál ilyesmit, és a jót rög rajta, hogyha átcsúszik. Mert talán emlékeztek rá, hogy volt egyszer egy olyan, az egyik nagy üdítőiparipari cégnek az ausztráliai leányvállalata rendelt egy kampányt, ahol meg is rajzolták a szép kis üveget, amiben az üdítőital volt. Volt, és a vicceskedő rajzoló, illetve grafikus művész elrejtett valamit a képen, amit csak később észleltek. Aha. Mutatom nektek. De most melyiket itt van az üveg. Ja, az üveg. Az üveg körül jégkockák vannak, és az egyik jégkockában nagyon fura ábra tükröződik. Mit látsz? De most mit rögsz? Mi van benne? Én nem látok semmit. Elmondom neked, egy női profilt látsz, és a női profillal szemben tulajdonképpen... Nem, az csak egy árnyék. Ja. Az egy árnyék, ami női profil, a jégkockában, és vele szemben a biológiai felvilág és tórán a falon megjelenő rábukás. Jó ideje. Hozzá. Lebukás. És hány ilyen plakátot adtak ki? Hát elég sokat. Ezt időben elcsípték. De egyébként, ezt hogyha... időben elcsípték, de hát itt mondom, itt egy célirányos viccelődés volt, tehát hogy ez azért is történt így, mert úgy gondolta a rajzoló, hogy ezt megengedheti magának. Szerintem itt nem. A mi esetünkben a 10. irodalmi könyv esetében nem.
Te lehet ilyen szabadkőműves dolgokkal is előhozakodni itt a műsorban? Összeesküvés elméletemben. Van a YouTube-on, véletlenül akadtam bele, van egy olyan piros pirula projekt, amit tudod, a piros pirula a Matrixból, igen, hogyha bekapod, akkor meglátod a világot a maga valójában, és tulajdonképpen csak összeesküvés elmélet videók vannak rajta. Egyrésztről, tehát vicces, élvezetes, meg hát aki ezeket szereti, annak ez nagyon jó táptalaj, és ott például ilyenből, mint ez a Coca... Nem van, meg kifizetett ki. Kola medvét nem találni, viszont rengeteg ilyen kép van, ott van egy összeállítás erről, hogy szexel akarnak nekünk eladni mindent, és a legkülönbözőbb reklámok, legkülönbözőbb mozdulatait, ilyeneket, hogy a felhő olyat formál, meg ki van gyűjtve az, hogy mennyi mindenben felfedezhető az. A szex. A szex, igen. És, hogy, és egyébként mindegy, a kólát, és mindegy, a szex. És mindegyik megáll. Igen. Hát igen. De miért? Megszomjazom szex közben, és akkor ezért nem, hát azzal adnak el nagyon sok minden. Oh, jó, de hogy hát... mi köze az ivásnak a szexhez? Miért és a motoroknak mi köze a mesztelen csajokhoz? Láttál már motoros újságot, mesztelen? Csak olyat látsz. Nem tudom. Mert abban motorozol, állat vagy azért. Nem én. Ja, az összes motoros az? Nem mondd ezt, mert megharagszom. Hát de nem, hogy is mondom azt. Nem szeret. Hát, na, érted, miről akarok? Na. Na mindegy, ott lehet látni egy csomó ilyen reklámot. Tehát egy... Jó, de hát ezek az összeesküvés elméletek, azért ne felejtsük el, hogy mit nap, mint amikor nem te vagy, vagy nem a dombovári családból valaki, akkor mi itt az Antikrisztussal ülünk együtt. Hát ez egyébként. Tehát, hogy van fönt konkrétan egy olyan kis videó, ez a videó az nagyon portálokon, az ami nagyon arról jó. Szól, hogy ő ez ugyanaz, amiről beszélünk. Az Antikrisztus. Ő egy eszköz a sátán kezében. Igen. És csak azért van itt, hogy elveszejtse mindent. Érted? De hogy aki ezt kitalálja, akinek ez összeáll a fejébe. Biztos, hogy most nyaral, és nem a főnökkel tárgyal, hogy mi lesz a 2013 őszi projekt. Hát, az emberiség elpusztításai, nem? Na vissza csak egy kicsit erre a bizonyos tankönyvre. Ha már témálatotok, térjünk vissza. Igen, én mindent megteszek azért, hogy ne beszéljünk többet róla, de Feri mindig visszakanyarod. Az egyik Bránerről ugorjuk a másikra, tessék. Sokan írják azt, hogy ez nem is kerítés, ez egy régi iskolapad. Egy régi iskolapad, amiben ez be van vésve. Hát elég régi iskolapad. Ez hanyadik század? Igen, mert bocsánat, ilyen lécekből az... volt összerakva? Igen. Te ültél ilyen padban, igen, Feri? Én ilyenen tanultam. Jó, hát mondjuk neked ősz ma a szakád. Akkor is. Feriek nem padba ültek, hanem bakon. Az azért volt jó, érted, mert bementél a lovaskocsival a suliba, és csak megáll, leparkoltatok. Mindenki leparkolt, a lótól meleg volt, nem kell fűteni, és na, akkor már na, is meg vagyok. Na, ami kérjük a trágyával a határól, mindenki vegye elő az irkát. Arany János. Na, az a lényege a dolognak, hogy igen, nekem még ilyen összerakott iskolapadom volt, és ez állítólag és karcoltál az... vele, Feri? Nem lehet, hogy minden. A te padodat fotózták le? Nem, én ennél sokkal szebbet rajzolok. Mária azt mondja, hogy itt az egyik hallgató egy nagyon jót, azt mondja, hogy én azt most megkeresem, azt ír az egyik kedves hallgató, hogy az egyik azt mondja, hogy már egyébként forgalomban nem lévő bankjegyünkön található egy fa illusztrációként, és a fának, igen? A 200-osnak a fa tövében van egy fa. Igen, az állítólag van egy hímtag a fatövében a régi papír 200-ason. Tényleg? Igen. Hát nézzük meg. Várjál, 2000-es miket vesz észre? Azért az jellemző azért az emberre, hogy ki mit miben lát bele. Hát jó, hogy állt sorba a postán, és így kicsit így unatkozott, és akkor így elkezdte nézni. Néma, milyen? Na figyelj. Na muti. Meg vagyunk. Papír 200-as, nem is alig emlékszem rá. Én alapvetően a Diósdíjra várnak a romjaira koncentráltam. Na, hát ez a bajod neked. Na, fatövében, de nagy is már föl, mert tudom, hogy nem nagy pénz, de... Gyerekek, két egyébként érett férfi görgyed egy monitor fölé, és egy keresnek egy fatövébe. Ez normális? Ez normális? Hát de hányszor vettük ezt kézbe, Feri? Ez normális. Annak idején ezt, hogy hányszor volt kezünkben ez? A két muszáj megnézni, mit szorongattunk ilyen bőszen annak idején. Na, itt van egy jó nagyítás. Na, várjál, itt van. Fiatal lányok vannak a fatövében. Két fiatal lány sétál, szoknyában vannak, innen következtetem, hogy nem az egy hónajmirigy. Az egy kacsa. Ja nem. Kacsa. Az egy kígyó. Na, akkor most melyik? Az egy kacsa. Kígyó. Kígyót találnak a lányok. Nincs bré, hanem aki kígyó. Aki közel egyik, lehet, hogy srác, mert hogy régies öltözködés. A fatövét keres. Aha, itt van. Szerintem, vagy az az? Hát én most már meg nem mondom. Hát... Emberek ennyire még nem figyeltek a brére. Na, ami keresgélitek,
addig most bejelentjük, hogy pontosan 9:30 van, eltűnünk néhány percre, aztán jövünk vissza a nap legjobb pillanataival, de előtte még néhány fontos info. M0 az M3-as irányában a segélyhívó takarásából korrekten mérnek. M1-es 85-ös trafi a hídon, Denis Kazincbarcikán az autósok üzletház előtt trafi, M31-es az 5-ös kilométernél trafi Gödöllő irányába. Köszönjük szépen, 0676 45 000, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz, 5 perc múlva áron kitartás, még 20 perc. Ja, nagyon élvezem, akármilyen hihetetlen. Holnap is bejövök, tudom, hogy Pakson lesz. Gyere nyugodtan, valakinek kell keverni, akkor elviszünk Zsült jutalomszabadságra Paksra. A 10. irodalom tankönyvről beszélgettünk, amelynek a borítóján deszkakerítés más olvasatban egy régi iskolapad van, és abba belekarcolva egy pénisz. Nincs mit szédíteni, vagy szépíteni, ugye? Ez van belekarcolva. Így alakult. Nem akarunk szédíteni. A tankönyves történet érdekessége, írja az egyik hallgatónk, hogy a hasonlóságra a tanár úrnak a lánya hívta fel a figyelmet, az éhes disznó álma. Tehát, hogy egy hölgy vette észre. Másik hozzászólás tök normális, olyan, mintha a BIOS könyvön egy toll lenne. Ennyi, csak az illusztrációkat cserélték össze. Nem, és azon gondolkodom, az a baj, hogy ugye nem az történt, hogy ideadtátok volna ezt a borítót, és hogy nézzük meg, hogy észreveszünk-e valamit, vagy csak a kezemben nyomod egy szó nélkül, hogy nézd meg, ez az új, hogy mit szólsz hozzá, hogy észrevettük volna, ez egy jó teszt lett volna, csak hát ugye ezután a felvezetés után nyilván beleláttuk már mi is a dolgot. Nem kell belelátni, ott van, ez nem más, mint egy broki. Én említettem ezt a bizonyos üdítőjét, egy céget, illetve reklámot, amit visszavontak, amiért a kis tréfa miatt, amit elkövetett ellenük a rajzoló, az több százezer dollárjába került egyébként a cégnek. Szerintem ennek a könyvnek, vagy a könyvborítónak a visszavonása is nagyon sokba kerülne. Én azt javaslom, hogy esetleg elkezdtek ezen gondolkodni, hogy lehetne, hogy mert a borító is sokban van egyébként, meg minek takarják, nem lehet elolvasni, meg vannak ezek a nylon borítók, azok most nem sokkal divatosabbak, és inkább azokat használják, hogy egy matricát kellene legyártani. Valamilyen matricát, de hogy mit ábrázoljon az a matrica, amivel kitakarjuk ezt a bizonyos ábrát. Egy sumát. vagy fél évig legyen ez, és akkor a félettől kezdve pedig a másik. Hogy legyen jogosultsága a másik, nem neked. De ne nehez, mert nem, olyan közönség is hív triangulának. Nem, tetoválószolónok ebből élnek, nem, hogy ilyen elhibázott formákat kiegészítenek valami egészen mássá. Tehát mondjuk tényleg ebből bármit ki tudna hozni. De esetleg egy pályázatot nem lehetne kiírni valamilyen. Hogy mi legyen a matricán. Na, de igazából, bocsánat, csak annyit, hogy régen ugye a diákok azt csinálták, hogy az általában szép és normális, vagy odaillő dolgokat rajzolták át. Most ez egy új feladat lenne nekik, hogy íme itt a tankönyv, van benne egy Brunner, és hogy akkor ezt most csináltok belőle, mint a Deák Ferencet, hogy valamit, tehát hogy érted, hogy visszafelé működjön a dolog egy kicsit. Szépítő rajzolás. Zárásként még Dri SMS-e, ezek a gyerekek nagyon el vannak kényeztetve. Nekünk még saját magunknak kellett brokit rajzolni a könyvbe. 10 perc múlva lesz 10 óra. Még egyszer az e-heti 5 nyerőszám. 9-es. 17-es, 19-es, 63-as, 88-as, természetesen emelkedő számsorrendben. Közjegyző által hiteles. Közjegyző által. Játszanak velünk a jövő héten is, a viszontlátás. Hú, de jó vagy. Egy kis tánc is véges a műsornak. Na, nem vállalok felelősséget a számokért. Szoktál táncolni a műsorban? Nem, úgy van vége a műsorban. Ja, hogy táncol, nem te táncolsz. Nem. Te vagy most hétvégén, vagy... Én leszek, igen. Tehát ezeket a számokat ott majd én elég közelről fogom majd nézni. Stimmelen. Előre elnézést, akinek esetleg nem jönne be. Én most megnézem, mert ha bejön... Akkor osszál vissza, jó léci. Az nagyon kemény lenne. Látnám, jönnek ki a számok, és így az áron elfehérödik. 9. Tizenhét. Az nagyon jó lett volna. Tényleg nem szabad egyébként a kerék mellé állni, hogy hívják, hogy mi mellé, a göm mellé, csípőprotézissel? A mágnes oda ráncsa a golyókat, erről szól ez az egész. Hívjuk a nap hallgatóját. Csókolom, mama, ugye a botja, nem vas. Jó van, nem az. Nagyon ügyes vagy, Dri. Igen, Adrián. Vagy csak, ja, hogy Adrián, abból lett. Ugye te írtad, erre beszélgetünk a 10. tankönyvről, aminek a borítóján hát ott van, aminek nem kéne ott lenni, hogy ezek a gyerekek nagyon el vannak kényeztetve, nekünk saját magunknak kellett rajzolni ilyet a könyvekre. Na, és te milyen típusút rajzoltál? Hasonló. Aha.
körülbelül hasonlót. Adri, az a lényeg, hogy megvan az ajándékod, jó, úgyhogy ezt szeretettel küldjük neked, te vagy a nap hallgatója, és kapsz egy Klassz FM-es Morning Show-s ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, szia, legyen jobb kedved tőle egy kicsit mára, jó? Köszönöm. Hello, hello. Hello. 2 perc, meg 5, az 7, ugye, tehát 7 perc múlva lesz 10, ezt akartam mondani. Holnap mi Janival, és egy valakivel, egy szerencséssel, akit a Chuck Norris választ ki, és beledob majd a napba. Nem mondjuk még el, hogy hallgassatok minket. Így van, Pakson leszünk. Illetve már ma este Pakson leszünk. Hát aki szerencsés, az már délben elindulhat, mint Jani. Ja. Én egy kicsit később tudok menni, úgyhogy, de Pakson leszünk ma, és ott lesz holnap reggel a műsor. Az a erőmű közvetlen közelében. Olyan közel leszünk az erőműhöz, amilyen közel még soha nem voltunk, és annyit egyébként előjáróval elmondunk, hogy egyikünk még közelebb kerül az erőműhöz. Atomreaktorilag oda leszek, érted én? Így vagy van. Te, majd be fogsz menni, Feri? Á, vagy a Jani? Hát, bizony. Ha véletlenül becsokéznek, akkor pedig a Lacit beküldjük. És ez olyan lesz, mint ahogy azt nem, előre nem tudjátok, még mint a Dustin Hoffman a vírusban, hogy egy ilyen nagy beveszi azt a nagy gumiruhát. Figyelj, nagyon komoly biztonsági intézkedések vannak benne, és nem azért, mintha bármi, tehát hogy nem az atomerőmű veszélyes rád, hanem te vagy veszélyes az atomerőműre, ha benéz. Igen, mert egy hajszál behullik. Graffitizel, vagy mit csinálsz? Hát nyilván nem az atommagot lefestett pirosra. Nem ezért, hanem például egy bőrdarab, egy köröndarab, egy hajszál beesik oda valahova, akkor az már gondot okozhat. Arra figyelj fel, hogy Gergely Müller számlálót vigyél magaddal. Beszereztem. Egy Gergely Müller számláló a legfontosabb. Az ott kattogjon neked a mellényeden. Gergely. Vagy Gergely Robertet vigyem. Jó utas, a mentőkérdés, rádióaktivitás, mérő, Gergely Müller szám, jó kettő. Mindegy, elfogadjuk. Áron, viszont neked köszönjük szépen. Igazán. Elfogadtad a meghívást. Nagy örömmel köszönöm. Én köszönöm. Ezt akartam mondani, hogy örültél, ugye, hogy jöhet. Abszolút, nagyon köszönöm. Felejthetetlen pillanatok voltak ezek. Igen, de ne hívjunk többet, ugye? Hát a mágneses pöcökkel, mondjuk, ha békén hagytok az életem hátralévő részében, akkor nem leszek hálátlan. Na jó, majd akkor másról kérdezünk. Kívánságműsor lesz, de nem Abaházi Csabival, hanem Garami Gáborral. Ő az, aki ma beugrott. Csabi ma nincs, az SMS számot tudjátok, de a kívánságműsor telefonszámát azért el szoktuk ilyenkor mondani. 061-555-5500. És majd csak figyeljétek a fémkörmű lányt. A fémkörmű lányt, vagy a izét. Oda ráncsolgolyót a mágnes. Áron, köszönjük szépen. Én köszönöm, holnap találkozunk Pakson, sziasztok. Sziasztok.